uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Hello! Hello. Hello. De jó, hogy drága! Hallgató! Csak telnek a napok, gyerekek egymás után, mindig reggel van, nem? Egyébként mindig reggel. Állandóan reggel van. Tehát így bármi történik, a reggel fix. Így utána van. Nem tudjuk, mi van, de reggel van. És könyörtelenül megyünk bele a térbe. Bár azt mondják, hogy a hétvégén kezdődik ugye a Vénasszonyok nyara, és jó idő lesz megint, meg napsütés, meg gyönyörű szép idő, szombat, vasárnap, tehát tényleg ezt mondják már. Gyerekek, 6 fokot mértem. Hát, és én meg még szerencsés vagy. Mert én 2-t. Kettőt? A Lőrinci 2. A Lőrinci 2. Pedig én jövök, a hegyekből. Cugolyból. Én érkezem a hegyekből, de hogy... Igen, te vagy a Highlander, viszont ettől függetlenül nálunk 2 fok reggel. Azért. Az komoly. Milyen fekvő területen megült a hideg? Vagy mélyen vagy ti ott Lőrincen? Vannak mélypontjai is. Szellemileg. Az életünknek, de... Hát igen. Úgyhogy gyerekek, igen, de hallom, hogy a BKV viszont mindent megtesz, hogy az utasok szellőzzenek, szóval, hogy egy külföldi utas nekidől az ablaknak, és az úgy, hogy van, kiesik az ablak, ez már a vég. Miért szóval... dől neki? De most nem, ez nem a BKV, miért dől neki? Igen, felelőtlen. Itt más szokások vannak, milyen országból jött? Hát honnan jött ez a külföldi ember? Miért nem a kapaszkodóba kapaszkodik, a mama hajába, vagy fogsorába, vagy bármébe? Mi az, hogy egy kanyarban véletlenül nekidől az ablaknak? Abból az országból legközelebb már csak tényleg vízummal lehessen ide jönni. Én most komolyan mondom. Konkrétan ez már olyan, mintha ilyen Bangladesben lennénk, vagy nem tudom, a Pakisztánban egy ilyen, nem is tudom, milyen buszjárató 3000 kilométerre, vagy valahol a Kaukázusban. Szóval, hogy ott, hát jó, van ilyen, na elengedett a ragasztás. Nem, ez nincs ezen, vagy kiesett az ablak. Hogy ki lehet menni, hogyha baj van, érted? Tudod, minden egyes buszon van olyan ablak, amit direkt arra raknak be, igen, hogy az legyen a menekülő út. Amit a kis kalapát csak ki kell tölteni. Pontosan, nekem, ez volt nekem amúgy is már hosszú évek óta, de ezt most tényleg komolyan mondom, de most tényleg nagyon komolyan, hogy már gyerekkoromban is, amikor utaztam így villamosan meg a metron, és nézegettem ezeket a menekülő útvonalakat, akkor mindig volt bennem egy kétség ezzel kapcsolatban, hogy ha vajon valami baj történik a járművel, akkor tényleg ki tudom törni, tényleg ki tudom rogni, tényleg ki tudok majd ott mászni. Hát tényleg. Megnyugodtál? Na, tessék, köszönöm szépen. Én azt gondolkodom, hogy mi a ülök az autóban, és ez csak rám esik egy BKV ablak. Mert ugye én az autós oldalról közelítem, igen, nyilván te közelíted meg a buszos oldalról, de hogy még ülsz az autóba, és rád szakad egy ilyen egy méterszer fél méteres ablak, tudod? Akkor mi van? Megijedsz, a kocsit széttörik, ugye az utasok lobogó hajjal mennek a következő megállóig, ahogy ez történt, ott majd leszállították őket. De nem értem már, miért nem mentek végig, hát most mi ez a nagy pánik, nem? Hát ott le lehet. Ment a busz. Hát most még kell őket leszállítani, nincs elég bajuk, érted? Kiesett az ablak még így is. Úgyhogy hallottam, hogy tegnap. Figyelj, itt tegnap vannak kalandok. Én már egyiket annyiféle formában utaztam mindenféle ilyen érdekes körülmények között a BKV különböző járatán. Emlékszem, volt olyan alkalom, amikor szét volt hasadva egy ilyen csuklós busz, akkor még az ülőjén jártak ezek a csuklósok, szét és ugye hasadva. Középen egy ilyen gumi megoldás ja, volt. Igen, az a klasszikus csukló. Hát, egy picit szétnyílt a víz, nem? Télen, nem víz, hó. Ott én is. És utaztam, és komolyan mondom, hogy nem is álltam arrébb, mert annyira feelinges volt, hogy álltam ott középen, haladtunk szépen az ülői úton egészen a köki irányába, és közben hullott rám a hó. Ó, mennyit álltam én is itt a forgóban. Olyan volt, mintha egy ilyen pőrekocsin, vagy egy nem tudom, egy nyitottlatos terrautón utaztam volna. Feelinges volt. És ott mindig izgultál a forgóban, hogy becsípel volt a középső nagykör. Figyelj! Nem? Igen. Ilyen van Londonban, nincs. Hát akkor meg miről beszélünk. De nekik emelet van, tudod, ők fölfelé terjeszkedtek, már akkor is nem hosszúságra. Gyerekek, tegnap mérföldköz érkezett a vezetői pályafutáson, már hogy más szempontból, mert elindítottam a motoros jogosítvány megszerzését. Jó, de szép lesz. De. Elindítottam egy kimentél kis a Fehérvár úti az Ecseri útra. Elméleti órán töltöttem, ment egy 6,5 percet, amíg ki nem x-eltem az összes jelenléti évet. Aha. Egy nagyon kedves barátommal. Igen, hova küldjék az ás jogsit. Úgyhogy elindítottam a motoros karriert. A legjobbkor csinálod, mert jövét szerdán elutazol. Így van. Igen. Tehát addig nem tudsz már levizsgázni. Nem is akarok. Ja, hogy nem is kell. Ne, mindenben van ütemterven, ütemtervszerűen meg van csinálva. November végére vagyunk beírva kressz vizsgára, utána télen megcsináljuk a műszakit, és tavasszal megyünk a forgalomba, addig pedig sok mindent nézünk a
különböző internetes portálokat. Úgyhogy megvan minden, november végén van a vizsga. Megvannak a tesztfeladatok, A-s tesztfeladatok, a B-vel kiegészítve az A, odatta a vizsgabiztos bácsi, felkészülünk. Hát ez tök jó hangzik. Megyünk még elméletórára. Nagyon. Előre be kellett fizetni valami pénzt? Előre a vizsgadíjat kellett befizetni, a november végi vizsgadíjat kellett befizetni, nagyon komoly 4000 forint volt, egészen barátságosak. És be kellett fizetni a Kressznek az óradíjait, ami, tehát az egész műszaki és Kressz 30 000. Aha. Azt hiszem plusz 4000 a vizsgadíj. Hát figyelj. Itt most, aztán van egy gyakorlat, a rutin, ugye kint egy pályán, és aztán van a forgalom. És aztán én megyek tovább még ilyen technikai motorozással. Majd. Technikai motorozással? Van olyan, vannak ezek a bebukott csövezet, ja, ezek a motorok. Technikai. Biztonság technikai, és akkor ott rendben. Ott a gömbalapok, bármeredőlapok. Igen. Olyan, hogy egy hólabdan megy benne, vagy ott megtanulsz valójában rendesen motorozni. Úgyhogy jövő tavasz a gyerekek, hogy kitelepülésünk van. Figyelj, ha ezt engedik otthon, nem szóltak? Hát nálunk azért ebből a szempontból demokrácia van. Jaj, mennyit hallottam. Hú, gyerekek, motorozni kéne, hogy adjam be a vitinek. Akkor ezek szerint sikerült. Sikerült, persze, nem. Hát gyerekek, azért élünk, hogy a saját álmainkat megéljük, úgyhogy jövő tavasszal, ha már kitelepülés van, akkor érkezem majd. Meglátjátok, egy szép kis darabbal. Már kinéztem. Akkor veled is lehet majd találkozni, ugye a forgalomban, hogy ott mentek így négyen, elől megy ugye a master, az oktató, és utána pedig ilyen kis láthatósági mellény. Csinálok róla. Nagyon jó. Csinálok majd róla fotót. Persze. Kíváncsi leszek. Bukos isakban leszek, úgyhogy tök mindegy, mert nem ismersz. Mindegy, ismerve téged, majd látom, amikor valaki mögötted ilyen felemelt rostélyas isak rostélya kiválik. Balázs, egyelőre még én vagyok az oktató, léci, sorolj már be mögém. Jöjjön főnök, mutatom az utat. Utána, mint ahogy a kis evókok csináltak. Utini? És már indulok. Indulok is. Nincs bajom a motorozással. Egyelőre két kerék. Ne kéne csinálni a jogsit, hogy igazából legális formában is csinálhassam. Nem. Tehát, hogy úgy döntöttem, hogy nem. Öreg ezzel vagyok. Mint egy jelzet, hogy azért lesznek itt a motorozások a környéket. Igen, de öreg vagyok. Öreg vagyok már ahhoz, hogy most tényleg meneküljek a rendőr elől motorom, mert nincs ás jogsim, úgyhogy úgy döntöttem, hogy benőtt a fejem lágy a gyerekek. Megkomolyodtál, de tényleg. Nem akarok már papír nélkül motorozni. Úgyhogy motoroztam eleget. Úgyhogy gyerekek, jövő tavasszal, jövő nyáron, amikor is kitelepülünk, Debrecen, bárhol, a Veszprém, mögöttem mindig lesz egy szabad hely. Nem nektek, ha? Csajoknak. Csomagban. Igen. És rengeteg csomagnak. Elhatároztam, hogy a kitelepüléssel már azzal jövök. Hát valamelyikre majd meglátom. Figyelj. Motrot kinézted? Romert Babetta? Motrot? Megnézegettem. Igen, hát engem ezek az épített motorok érdekelnek igazából, tehát se nem a túramotor, és nem is ezek a speed motorok, hanem ezek az épített ilyen bobber jellegű. Van egyébként a Hondának is, van a Harley-nek is, nem vészes, tehát nem 5-10 millió forintos, nem, tehát nagyon kiszakadtak, de ezek az épített ilyen bobber jellegű. Na, az is jó. Ezek az épített ilyen bobber jellegű kis motorkák, amik jó nehezek, meg baromi nehéz velük egyébként motorozni, mert sokkal nehezebbek, mint egy ilyen kis... legokosabb döntés lesz ez. Legokosabb döntés, persze azonnal a legnagyobb hülyeséget, de aláírtuk, ott voltunk, megnéztük, köszöntünk, bemutatkoztunk. És nem kellett ott maradni? Nem kellett ott maradni? Nem, távoktatás. Távoktatás van. De hülye vagyok. Odaadták az összes tesztkérdést, már hogy interneten, hogy gyakoroljunk, és amikor visszajövök novemberben, akkor lesz egy nagy vizsgára felkészítő 3 órás elméleti kurzus, amin azért ott vagyunk. Ahol átveszik az összes ás. És adtak egy mini romettet a visszapillantódra, amit rá lehet akasztani. Az megvan, emlékeztek rá. Óriási álmom volt gyerekkorban a mini romett. Mini romett nagyon jó, persze. Hát figyelek. Kis kerekekkel. A legnagyobb menőség volt akkor. És mindenki, és nem csak az én méretemben. Tehát, hogy arra mindenki ráült, tehát, hogy az irgalmatlan kafferok ugyanúgy ráültek, és ott hasítottak vele 40-nel. Fú, én nagyon imádtam. Az volt a menő, meg az Enduro Simpson. Enduro Simpson, persze. De hát ha már volt egy 250-es RTZ-t, már az is nagyon jó volt. Igen. Cseptankos. Cseptankos MZ RTZ, hát azok micsoda. Felfelé pipáló kipufogal, ugye az Enduro, és kívülről pedig egy rács volt rajta, ami ugye védte a tested épségét, hogy nehogy véletlen megégesse. Atya úristen. Hát a kevésbé menőknek meg Jáva, Verhovina és még a palettáról lehetett választani, de az is jó volt. Úgyhogy felveszem a kis T-betűmet, a kis láthatósági mellényemet, kimegyek egy Babettával a forgalomba, megcsinálom a vizsgát. Nagyon várom. Mutatsz nekik valamit. Saját kell vizsgázni, vagy adni? Hát szerintem nem. Szerintem adnak ők motort. Tehát, hogy biztos, hát a legtöbben már nagyon jól motoroznak, akik megcsinálják a vizsgát, tehát kicsit fura lesz, hogy a 20 éves srácok között ott gyakorolni, mert nyilván egyébként ők jól motoroznak, csak most csinálnak maguknak papírt, de szerintem ők ott saját motorra. Fölkapod a kis bukot, XXL,
De a saját motorod van, akkor azt hogy viszed el a, mondjuk a rutinpályáig? Na szerintem azt nem tudom, hogy saját motorod. Hiszen nem vezethetsz. Sehogy. Uh-huh. Azért adnak motort, elvileg adnak motort, tehát hogy nem nagyon mehetsz te ott mással, szerintem. Aztán a fene se tudja, én nem tudom. Hát majd mindenről beszámolom. Na, akkor idén se ússzuk meg, illetve jövőre se ússzuk meg a Harley Fesztivált, már látom. Azt nem. De ezt egyébként egy csúnya szörnyeteggel fogok. Igen. Csúnya szörnyeteggel fogok megérkezni. Istenem, a diszkó motoros a Harley-sok között. Bár ott nem tűnsz fel, ott van, aki úgy megy Harley Fesztiválra, hogy itt fölteszi az utánfutóra, alsójosnél leveszi. Nem is biztos, hogy Harley-t akarok. Egyébként olyan szép Honda épített motorok vannak. De lehet azzal is menni. Ja, egyáltalán nem érdekelne, hogy lehet-e vagy nem. Az nem, az, ebből nem csinálnék lelkismereti kérdést. Attól nem félnék, hogy ők elkapnak. Szóval simán bemegyek oda egy Hondával, vagy bármivel. Megcsináltam már tegnap egy tesztkérdést, 65 egy tesztsorozatot, 65 pontot kell elérni. Ugye a B-s jogsidat kell újra csinálni egyébként. Sikerült egy 38 pontot. Kemény vagy, aha. Ja. Egy 38 ponttal indítottam. És el a motoros pályafutásom is benne volt. Igen. Mint kérdés. Név, személyigazolványszám, e-mail cím, anyja neve. Arra már a 10 maximumból egy 6-oskát sikerült. Ott már vesztettem 4 pontot. Úgyhogy hát van még hova fejlődnöm. Van még hova fejlődnöm, gyerekek, elhűlsz Kresszből. Szóval elhűlsz, az az igazság. Megkérdezted-e a legendát, vagy sem, hogyha nem sikerül az A, elveszik a B-t? Na látod, ezt nem kérdeztem, mondjuk akkor ütni vágni kezdek mindenkit magam körül. Akkor nem kérdezek. Azért én megdolgoztam, ott van 2019-ig, jó? Nem veszik el. Nem veszik el. Nem tudom, erről már beszéltünk egyszer, van, aki azt mondja, elveszik, van, aki azt mondja, hogy nem veszik el. Ha logikusan gondolkodsz, akkor te nem tudod a Kresszt. Ugye, hogyha megbuksz az A kategóriásnak a vizsgáján. Kresszből, ha megbuksz, akkor nem tudod a Kressz, tehát nem lehet B kategóriás jogsim. Szia, Bali, hogy állsz a motoros vizsgával? Hát most konkrétan taxival jöttem, mert már jogsim sincs. Nagyon nagy mulatság volt, most elvetettem a jogsimat, őrült jó ez a tanfolyam. Nem hiszem el. Elveszik a jogsidat. Hát, figyelj, nem tudod a Kressz, te nem közlekedhetsz forgalomban. Na de amikor megszereztem, akkor tudtam. Igen, na de most van, tehát te most jársz a B-kategóriás jogosítványoddal. Na ezt írja meg valaki. Tehát egy villamosos kereszteződésben azt se tudod, hogy kell menni, hiszen az A-nál abból megbuktál, akkor B-vel se tudsz menni. Na gyerekek, ezt küldjétek el nekünk, hogy ez így van-e. Mert nagyon nagy vendetta lesz ott, ha ez tényleg valaki hozzányúl a jogosítványomhoz. Nem tudják elvenni, nem viszem magammal a vizsgára. Bemegyek a Teve utcára. oda megyek, a jogsimat nem adom. Nem túl bíztató ez a 35 pont. Ez nem túl bíztató. Nem. 65 össze. Azt hiszem, hogy 70-et kell megcsinálni. Van még hova. Majd és aztán lehet, hogy csinálsz két 35-öset és összerakod? Nem rossz ötlet. És nem rossz ötlet. Mondtam a barátom, aki volt, hogy ne törődj vele, majd lepuskázzuk. Mondta, hogy felejtsd el, semmi puskázás. Kis iPad-en csinálod a vizsgát, fölvillan a kérdés, már nyomnod kell, jön a következő 10 másodperc van egy kérdéssel, miről ott előrehajolsz, hogy csak mondd már meg a hármas kérdést. Semmi esély nincs, nem jönnek vissza a kérdések, állítok, tehát ez már kicsit más sztori. Kicsit más sztori. Na mindegy. És gyakorlati tapasztalatszerzés Afrikában esetleg? Hát, gondoltam rá, hogy... I am tourist, I don't know. Gondoltam rá, hogy egy ilyen kis KTM-et vagy valamit ki lehetne ott bérelni, csak nincs ás jogsim. És így azért... Policeman, sorry. Ott kell. Ez egy ilyen húsángalott, egy ilyen... És egy ilyen struclábbal ott levernek a motorról, kizsebelnek, érted? Első nap. Intézem, gyerekek, bemegyek egy motorbérlőbe, kibérlem a motort, és egy ilyen, tudod, egy ilyen elefánt agyarral a második bokor mellett agyonvágnak egy húsánggal, elveszik a telefonomat, meg azt a 20 eurót, ami a zsebemben lesz, tudod, a hülyének is megéri ezért meghalni. Gyakorlatilag bármit fel tudsz nekik mutatni, mint motoros jogosítványt. Tehát bármit benyalnak. Ne, hát azért az a baj, hogy a sima jogsit elővesze, ott van egy B betű. Azt még azért ők is tudják. Honnan tudja, hogy ez mi? Hát ott is BB az AA. Hát ez a legtöbb helyen azért a BBAA, szerintem igen. Legalábbis az unión belül, hát ott lehet, hogy egy csirkecsont a, nem tudom, a motoros jogsi. Bármit felmutathatsz, ott fogják betűzni, és Szabó Ervin könyv. Igen, megmutatom neki a 96-os diák igazolványomat, ez a gyerekek. Nálunk ilyen a motoros jogsi. Picit más a haj, picit más, hogy néz ki. Szóval ott azért egy picit beleg a dolog. De gondoltam rá, hogy valamilyen kisebbet, egy milyen kis enduro KTM, valamit ott, amivel a dzsungelba el tudunk ott rohangálni. Aha, kisebb KTM. Na fölkattansz ott mögém. Ilyet kimondott, hiszen, hogy kisebb KTM, már elképzelem, hogy itt ízét dől egy jobbra balra fákétról, nem Balázs, a kisebb KTM érkezik. Figyelj, fölpattansz mögém, ott vagyunk 15 perc alatt a szállodában. Gondolkozom ilyenben, csak szerintem idegen országban, jogsi nélkül, Afrikában. Ahogy ismerem magam, az első piros lámpás egykerekezésnél, ott fog pörögni a hátamon az aszfalton. Ahol mondják, hogy még a kocsiból se szállj ki lehetőleg, mert hogy nem biztos, hogy jó helyen vagy a városban, éppen ugye ilyen híreket hallunk, hogy nem szeretik nagyon, ha rossz helyen szállsz ki, szépen visszaültettek a kocsiba, csak mindezt mesztelenül. Tehát ott nem tudom, hogy legalábbis az első hétben nem szabad motorozni. Aztán meglátjuk majd.
hát jó a környék, meg betonutak vannak, meg minden oké, hát akkor motorozzunk. Nincs azzal baj, nem? Hát valahogy meg kell szerezni a mobilitásunkat. Persze. Így van. Kell, a, kell az adrenalin. De jól néz ki ez a kávé, Laci. Hát még az éjjel, ami nem jó. Gyerekek, de jó. Mindig lesz egy kiadóhely mögöttem. Jó? Aha. Ha igen. Szeretnétek. Majd várjál sokáig aha. bennünket aha. a rajtnál. Sokan hisznek benned, ilyen tekintetben szerintem sok vállalkozó lesz. Imádnád, fölülnél egy mit a Veszprém Budapestre mögém. Én nem vagyok ez az idő. De biztos ölelni fogom a derekadat több száz kilométeren keresztül. Lehet, nincs oda. Több frusztráló lenne. Rosszabb. Elmegyünk Eszpenbe, ahol sör helyett is bor folyik. Remek sízőtelep, egy litit teszik majd százon a mocim. És talán a tartalék kezdjőzőt is odaadod. Igen, hegyvidék. Már úgyis izzadni fog a kezem, úgyhogy megkapod a tartalék kezdjőmet. Ja, ja, gyerekek, jó lesz ez. Ez most olyan sok erőt adott nekem. Feldobott, újra tanulni kell valamit. Nagyon megyek, jó. Csinálom a tesztfeladatot, november végén vizsgázom. Úgyhogy nagyon jó ez. Menő. És milyen szépen fog állni a garázsban, mint a bringái, mi? Tudod, csak nyáron fogok motorozni. Én azért örülök neki, mert viszonylag olcsón fogok hozzájutni egész állapotban lévő minőségi kerékpárokhoz, már úgy látom. Nem, már eldöntöttem, hogy itt fogom tárolni bent. Nagyon okos dolog. Mert hogy nem jövök be reggel, mert nem fog fél órát a -4 fokban motorozni, mert hogy május végéig egyébként reggel még mindig hideg van. Aha. Itt fogom bent tárolni, és innen megyek majd a városba sportolni, intézem az ügyeimet motorra, aztán vagy van kedvem, hazamegyek, vagy ide vissza és autóval. Tehát én reggel onnan nem jövök be motorral. Akkor most elárulom neked a fél órát keresztül. Egy kézzel. Az biztos nem, itt fogom bent tárolni, és innen. Most elmondom neked az épített motoroddal, mit fogsz csinálni. Az első úton, amikor a Nagyvárad térig eljutottál, ami innen kb. 500 méter fogsz visszafordulni, mert az épített motorod alkalmatlan lesz a fővárosban való közlekedésre, és venni fogsz magadnak egy 250 cm-es robogót. Na ez az melyik okos, melyik ki írta? Meglátod. Melyik nem, okos írta? Egyik okos se írta, csak nekem viszont vannak motoros ismerőseim, akik mind elmondták, hogy, ez, hogy nagy motorral a városban az ilyen épített nagy izékkel közlekedni nem miért? Jó. Mert ők azok, akik előre mennek a lámpánál, aha. akik a rakparton nem arra szólnak a sorban, nem előre mennek, arra, persze, úgy nem jó. De ahogy te közlekedsz. Szabályos közlekedést fogok bemutatni. Szabályos közlekedést. Hallottam, nem előzgetünk a, szabályos... a rakparton. Nem tesszük kockára az életünket, pöfögünk szépen az ifa mögött. A kis épített kis bobberral. Tehát nem fogod megreformálni a fővárosi közlekedést, és nem alakítod át a buszsávot busz és épített motoros sávba. Nem, semmilyen nem lesz. Ha, na most azt írja valaki, hogy nem veszik el a B-t, akkor ha nem sikerül. Gyereke. Azt írja valaki, hogy elveszik a B-s jogsit. Akkor is király. Uh-huh. Na most mi az igazság? Hát vannak szurkolói és ellendrukkereid. Ez igazából csak ennyi. Igazán a hallgatónak a B kategóriások 95%-a nem tudna levizsgázni most biztos. Beülni. Gyerekek, olyan kérdések vannak, hogy nem, hogy nem emlékszel rá, azt se tudod, hogy ilyen lehetőség fennáll a közlekedésben. Tehát nem tudod elképzelni, hogy van ilyen szituáció, amikor az megtörténik. Olyan kérdések vannak, simán beadok nektek 3-4 kérdést. Nem tudod megválaszolni. Nem, biztos, hogy megbuknék. Csoda, hogy még életben vagyunk egyébként egy B-sorosítványa. Hát a rutin az sokat segít. Egyébként azért. Megoldod. Valahogy mész, megoldod, igen. Van, mehetünk. Na jó, van, meghallgatjuk a híreket, jó, közben lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan. Ha egy oktató vagy egy iskola vezető írna nekünk, akkor neki elhinnénk tényleg, mert itt körülbelül 6 ellentmondó vélemény jött most már így 3 perc alatt. Úgyhogy valaki tényleg írja már meg, mert azért ez a B-soksi elvétel, ez nálam igen. nem opció. Vagy valaki, aki nem régiben szerezte meg, és nem a csérén. Igen, nem vásárolta. Igen, sok pénzért. Fél hét múlva pontosan 1 perccel lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! Már is nézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Halló, hogy hívnak? Robert. Halló, Robi, bocs, csak még itt Annával kicsit nehezen kommunikálok, de ez nem rajta múlik, hanem rajta, meg kicsit elmaradtam itt technikailag. Robikám, honnan hívsz minket? Nagykátáról. Nagykáta, a festői Nagykáta, hát milyen szép. Hát ezt azért nem mondanám rá. Jó, hát most próbáltam egy kicsit felhozni Nagykátát. Na, hát mindent lehet festeni, így van. Igen. Minden helyet az élmények tesznek szépé. Igen, figyelj, magyar bajnok a lányocsakban, azt látom most már itt az infón. Így van, többszörös. Az idén sajnos nem sikerült, csak a második hely.
A terengetét. Egy pontot lecsúszott, de tavaly magyar bajnok. Na, hát gratulálunk. 2010-ben is, köszönöm szépen. Nagyon, az nagyon klassz dolog. Most akarom a Beni csakra járatni, van az Oviban, képzeljétek el, és a kis barátai már járnak. Mondta, hogy őt még nem érdekli. Uh-huh. De mondtam, hogy most a apai szigort kell elővenni. Nagyon bírom. Rengeteget lehet belőle profitálni, az biztos, hogy olyan szinten csiszolja az elméjét a gyereknek, hogy nagyon, lehet. Igen, akarom sakra járatni, igen. Szörnyű lesz, hogy 7 évesen nagyon ver majd, de ehhez hozzá kell szoktunk szülőként, hogy a gyermek sokkal több mindenben lesz majd jó, mint mi. Kivel szeretné játszani, Robi? Janival. Ez a beszéd. Indítjuk az órát, jó? Robikám, nincs kegyelem, beindultam a reggel. Azt mondja, hogy 3, 2, 1, és tessék! Robi, miért pont velem? Mivel én is nagyon szeretem a rockzenét, ezért téged választottalak. Sokat utaztam annak idén azon a vonalon, ahol a nagykáta is található. Ezt tudtad? Mert a farmosra, új szászra. Volt róla valami sejtés. Akkor emlékszel rá. Ja. Hagyj csak egyek már el, hogy az idén a lányom is elmehetett volna Dél-Afrikába, Durbanba. Sakkozni? Sakkozni, ott tartják most a sakkvilágbajnokságot. Ő most ifjúsági kategória? Ifjúsági. Így van. 12 éves korosztályban a lányoknál lett ő második helyezett. Tavaly sikerült neki az első helyezetet, tehát elhozni az első címet, akkor Montenegróba mentünk el. Montenegróba. Tavaly előtt Prágába volt. Az Macedónia, ugye? Hogy? Az Macedónia, ugye? Az. Tavaly előtt Prágába volt. Azt a mindenségi teki! Hát... Gyerekek, azért jegyezzük meg, hogy János küzdött férfiasan, de ilyen jó játékossal régen játszottunk. Aki ilyen flottul, folyékonyan beszél végig úgy egy percet, hogy az igen nem közelébe se kerül, basszus. Az nagyon megérdemli. Robikám, edzettél erre a játékra, vagy hogy van ez? Figyelj, de nem ezek is semmire. Sőt, hát úgy remegek, mint a nyárfalevél. Hát sakkaput, érted, sakkaput azzal kellett volna sarokba szorítani, hogy mi egyszínűek a bár. Ki kezd először, igen, eszembe se jutott, tényleg sakkal lehetett már beszélni. Robi, nagyon flottul csináltad, tehát mint mi fénykorunkban valamikor pár hónappal, vagy évvel ezelőtt. Két nyert játszmája van a héten. Jó gyerekek, még mindig a szamáron ülök. Lóra még nem ülhetek vissza. Robi, nagyon jó voltál. Nagyon szépen köszönöm, imádlak benneteket, és imádom a műsorotokat. Éppen Annának is mondtam, hogy nekem minden reggelem avval telik, hogy csinálom itt a családnak a kajcsit, feleségemnek, meg a gyerekeknek, és közben nagyokat röhögök. Tehát imádlak benneteket. De drága vagy. Köszönjük szépen. Figyelj, ez egy flott játék volt. A végén már abszolút nem Jani ellen, mert mindig magunknak drukkolok, meg a többi, tehát a Ferinek, meg Janinak, tehát magunknak. De a végén már egy kicsit úgy drukkoltam neked, hogy ne mondd ki, mert nagyon megérdemelnéd. Tehát... Jani itt mondott kettőt. A szófosás technikát azt bevettem, de annyira mondtam, meg annyira izgultam, hogy nem voltam benne biztos, hogy közben nem mondtam. Igen, csak ilyenkor szokták kimondani, tudod, amikor ennyire belendül valaki. Tudom, és viszont te végigvitted. Hogy erre nagyon vigyázzak. Igen. Még a montenegros blöffre se repültél rá, pedig ott nagyon vártam azt, hogy te hülye félművet, Jani. Igen. Biztos macedon. Robikám, egy gyönyörű szép ajándékcsomagot küldünk neked, a lányodnak, nagyon ügyes vagy, tényleg. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Ha lenne ilyen, hogy a hónap játékosa, akkor meg lenne. Most abszolút neked járna, de nincs ilyen, úgyhogy ezt nem adjuk oda. Jó? Köszi. Ciao. Hello. Hát nagy volt. Jó játszottál játszott. Pedig, de egyszerűen most nem tudtunk volna labdába rúgni semmelyikünk. Bedarált volna bármelyikünket. Mennyi az állás így? 2-1. Nem rossz. Jó, az még gyerekek. Hát holnap beütjük a szöget megint a koposolyukba, és megvagyunk. Ezt az optimizmus. Így kell, hát a muszáj, nem emelhatunk hozzá kisítővel, mert akkor vesz, nem? Holnap megint. Holnap beütjük, és pénteken majd eldől. Nem beütjük, Feri, holnap berúgja a motrot. Berúgja a motrot, a friss jogsima. Pénteken pedig bemotorozik a cél. Pénteken pedig érkezem, igen. Na, vendégünk lesz 7 óra után, nem szokott, de gondoltuk, hogy azok, akik 7 óra után hallgatlak bennünket, szembesüljenek azzal, hogy milyen intellektuális magasságba tudunk mi szárnyalni 9 óra után, ha vendégünk van. Most bebizonyítjuk ezt a 7 órás hallgatóinak, hogy tudunk azért. Ne csak egy kép éljen belőlük. Vagy igen, belőlük mindig a körködik, igen. Egy nagyon érdekes vendégünk lesz. Máté Bence nevét szerintem sokan ismerik, leginkább azok, akik például különböző magazinokat, többek között például National Geographic-et forgatnak vagy olvasnak. Ő ugyanis Magyarország szerintem nem túlzás azt állítani, a leghíresebb természetfotósa, akik ugye különböző álcákkal, kisfaházakban, nagyon kis násapkában. Sokszor lehet zsombékkal a fején látni. Igen, mozdulatlanul hosszú ideig. Brutálisan jó és gyönyörű képeket készít. Ő ugye hát talán tényleg a leghíresebb magyar természetfotósunk. Úgyhogy arra gondolt,
gondoltuk, hogy meghívjuk ide a stúdióba, és kicsit belemegyünk ebbe, számunkra teljesen érthetetlen az, amit ő csinál, és értelmezhetetlen. A nagyon. Képeit viszont nagyon szeretjük, a készülést azonban kevésbé értjük, hogy 24 óráig vár egy kecsegére. Nincs ezzel baj, csak igen, most megkérdezzük. Is fotóz egyébként. Megkérdezzük, hogy csinálja, mennyit készül egy képre, mi volt a leghosszabb, amit egy képet kellett várakoznia, mióta csinálja. Nagyon helyes srác egyébként. Hát és nagyon korán érkezett. Igen, egyrészt meg nagyon korán kezdtem, mert az tizenvalahány éves volt, hogy megnyerte az első pályázatot. Igen, szemtelenül fiatal. Nagyon korán érkezett, nem is vettük észre egyébként, fél óráig itt volt, csak álcáztam magam. Igen, 2 perc, 7 óra, jövünk vele a hírek után. 7 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók. Gyerekek, Jani, mint egy ilyen segbelőtt verébit, jön, megy, pakol, rendez, nem tudom mit csinál, még egy kis habot hoz a kávéjába, vagy kanalat, vagy mézet csepegtet, nem tudom, de egész reggel sürög forog, mint valamilyen kis vendéglátó háziasszony, dolgozik. Elmondanám, hogy a te bűnöd, mert azt a rohadék zabot csinálja. Egy új vonal, nem zab, kukoricakása. Na, azt most nem akarom tudni. Kukoricakással csinálni. Erre majd 8 után, 8 után mivel, beszélünk. És mivel most vendégünkre fogunk koncentrálni, nem szeretném, hogy kiülne, úgyhogy kiszaladtam egy kis tányér. Azt látom, hogy rohangálsz itt, le, föl, érted? Hát vendégségbe megyek, nem ugrálnak ennyire, mint ahogy te most itt ugrálsz. Érted, bocsánat, a magokat te vetetted, de most ezek a magok szárba szökkentek, érted? Kása vonalon van itt mindenki. Csak mondom egyébként, hogy Anna mit reggelizik, mutatta neked is. Igen. Nem már. Hát, van, aki követi a trendeket, van, aki követi a divatot, és van, aki diktálja. Hát így most van. Mit csináljak? Hát most érted, jöttek utánam, hát most nem tudok mit csinálni. Én csak szerényen elkezdtem zabot tenni, azt, hogy az egész rádió zabot teszik, nem teltek. Azért, próbálat, azért tényleg ne kérj elnézést, hogy egy világított arany, mint a sötétség. Nem tehetek erről, hogy elkezdtem ártatlanul zabot tenni, és mindenki zabot eszik. Csak egyébként egy fél mondat arról a joghurtról, bár ez csütörtöki rovat egyébként, de nyilván éles sas szemem azonnal kiszúrtam, hogy mindig nézem az összetevőket. Joghurt zabkásával írják. Aha. Egy számot mondjatok, hogy mennyi zab van benne. Ha az ember nem nézi meg az összetevőt. 5%. 5% mennyi zab van benne. Egy joghurt zabkásával, ami azt jelenti, hogy ugye körülbelül 50-50-ben kéne, hogy legyen. Vagy mondjuk 30-70-ben. A 70 a joghurt, 30 a zabkása. Mennyi? 2,5. Na, nem lőttél nagyon messze, jó helyen vagytok. 3,5%. Na, vicces. Ami azt jelenti, hogy szabad szemmel szinte nem is látható, és ráírhatják, hogy joghurt zabkásával. Érted? Nyomokban zabot is tartalmaz. Megveszed, odaadod a gyereknek, mert meg se nézed, csak azt hiszed egészséges, és 3,5%. És utána elolvasod a joghurt összetevőit, akkor nyilván megint egy. Megint szóval, Zabály erről pofázik állandóan, a Balázs is abban a szóval. Natúrjoghurt, aztán otthon bele minden. Egészséges vagy. Igen. Na jó, erről majd holnap. Rászoktam az apkására, közbalázs, írja egy hallgató. Trafi Győrszemerén Fejér Szeádból írja nekünk Danika. Török Szent Miklós a központban az útfelújításnál, a 30-as táblánál mérnek, Fehér Oktáviából. Laca System küldte nekünk, köszi. Az M5-ösön Budapest felé a 106-os kilométernél leparkolt egy kamion az elválasztó korlátra, jó a műsor, írta Attila, a szállító. Mérik a sebességet az Orosházi elkerülőn, fekete Skodából, méghozzá a Csaba felé tartókat, Negro üzente nekünk. Solymáról nem csak üröm irányában katasztrófa, hanem Hüvösföld felé is lépésben lehet csak haladni, üzeni Tomika. Trafi Győrszemére, én ezt mondtam. Aztán egy-két SMS még. Bazsi, miért nem szóltál jogsítbe? 80 ezerért most olyan jogsít kapsz, hogy már 2012-ben kaptál rá 2 büntetőpontot. Na, korrekt ajánlat. Gyerekek, hát én meg hülye vagyok, tanfolyamra megyek. Hát ilyen? Hallod? Szörnyen naív vagyok. A piacon minden van. Igen. De jó, nem kell afrikai utaznotok, malária már itthon is van, írja Betty. Bizony, tegnap ugye bevitték a diákot. Gyerekek, én nem tudom, hogy ezek most csak úgy eddig is voltak-e ilyen hírek, vagy csak úgy most érezzük ezeket, de hogy az összes ilyenre felkapom a fejem, és magamat látom karanténbe, vagy inkább titeket látom. Befoglaltam már 3 ágyat. Szóval hogy van? Hát szerintem 1 éve, 3 éve is volt. Föl se tűnt, el se olvastam minden ilyen helyre egy kicsit... Ezt érzem, nem volt ez megint, az egyik diáknál ebolára gyanakodnak. Ugye? Ez az a diák, akinél ez vagy az, ebola, hogy vagy... hogy malária. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Van egy jó és egy rossz hír. Igen. Hát figyelj, legalább ebola nincs. Igen, jó hír, hogy nem ebola, rossz hír, hogy malária. Igen. És ha valaki most hallgat bennünket a János Kórházból, kéne valami kontakt, mikor hazajövünk? Az biztos, meg a Szent László. Vagy bocsánat, János... igen. Ja, Szent na, László. Hülye vagyok. Igen, a Jánosban nem visznek, mert így becsukják az ajtót, ablakot. Ide és mondjuk, nem ide te... Afrikában? Nem. Meg az új köztemetőbe, oldasek. Ah, gyerekek, igen, kicsit összerezdülök ezekre a hírekre. Igen, a fenét keres maláriás Magyarországon, mert hogy mi majd azok leszünk és hazahozzuk, rendben van, de hogy így
miért ijeszgetnek most ezzel bennünket? Hát nincs elég bajunk? Hát tudod, miért van mindenfele világban, mászkálnak ezek a természetfotósok, vagy mik azt a cipelnek be ide minden. Hoznak mindenféle szírszart. Igen, mi meg elkapjuk. Na, ahogy mondtuk, ugye vendégünk van. 7 óra után ritkán szokott vendégünk lenni, de szeretnénk. Nyugodtan kásázni, ezért beszéljen ő. Egyrészt szeretnénk ébredezni, kettő. Jó lenne tényleg a 7 óra után is így a reggeli készítés mellé, meg a kávé készítés mellé vendégeink vagy hallgatóink sok érdekes dolgot hallanának. Máté Bence természetfotóst hívtuk meg. Hello Bence, jó reggelt kívánunk neked. Azon gondolkoztam, hogy neked egy ilyen környezet, mint egy rádióstúdió. Nem is, a város maga. Igen, nem is, hogy idegen, de hogy te egy ilyen helyen szörnyen szenvedhetsz. Jól gondolom? De elviselem. Elviseled. Igen. Part of the business. Kicsit közelebb a mikrofont, jó? Egy az üzlet része, Jani, csak hogy ne essél le a beszélgetésre. Azt nem értettem, azt hittem rosszul artikulál. Egy hónapban körülbelül mennyit töltesz a fővárosban? 24 óránál kevesebbet. 24 óránál kevesebbet. És egy hónap alatt körülbelül mennyi időt töltesz gumicsizmában? 24 óránál többet. 24 óránál többet. Na, főleg ilyenkor ősszel. Ha valakinek esetleg a neved nem mond semmit, ugye mondhatni, hogy Magyarország leghíresebb természetfotósa, az év természetfotósa, az év madárfotósa, hát gyakorlatilag azt nézem, hogy nincs olyan nemzetközi verseny, meg nemzetközi díj, amilyen kategóriában te ne tarolnál. Tehát amiben benne volt az, hogy az év, azt te megjelzed. Az év felső teste. Jól sorolom ezeket? Most ezek jó dolgok, nem? Tehát én nagyon jó érzem magam a természetben, meg jó ezeket a képeket elkészíteni, végigkísérni a folyamatot, de az is egy jó dolog, amikor az embert elismerik, és hát hogy nem? Kap egy ilyen az év valamilyen, az egy visszacsatolás, és látja, hogy ezt érdemes folytatni. De ez hogy kezdődik, hogy az ember olyan sok mindent csinál, hogy gyerekkorában, te ugye nagyon fiatalon kezdted, az év legifiabb természetfotósa is voltál, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló cím. Ez hogy kezdődik, hogy kaptál egy ilyen kis digitális gépet, jó sikerült lefotózni egy madarat, azt mondtad, de jó ez, itt vagyok innen, jó levegőn, küldjük be a pályázatra. Na most ez annyira régen kezdődött, hogy akkor még az egy digitális gép, azt sem tudtuk, hogy mit jelent, mert 99-ben építettem az első lest, és akkor még diafilmre. Akkor még egy picit tudni kellett fényképezni azt, hogy legyen valami eredménye, mert elkatítottál egy képet, utána várni kellett mondjuk 2 hetet, mire az előre lett hívva, és megláttad, hogy hát ez egy kicsit sötét, meg egy kicsit bemozdult, meg egy kicsit nincs is rajta madár. most már ez a hátsó LCD-n ugye látszik, egy másodperccel az expozíció után, így sokkal könnyebb dolgozni. Na, de ez gondolom egy gyerekkori érdeklődésből indult, nem? Tehát ezt úgy tudja elképzelni az ember, hogy mondjuk 6 évesen, 5 évesen, és körülbelül nekem a Benny hoz mindenfélét, ami mozog, állatokat, békákat, csigákat, most még én abban reménykedem, hogy kinövi, de egyelőre a gyerek lebeszélhetetlen. Szóval, hogy ezt gondolom a szülői nálad észrevették, nem? Hogy megszállottan keresed az állatokat. Óriási mázim volt olyan szempontból, hogy Puszteszelen nőttem fel, ez egy kis település Szegedtől északra. Óriási szerencsém volt abban, hogy amikor hazavittem a békákat, mint most a te fiad, akkor nem mondták, hogy dobjam el, mert lepisíri a kezemet, hanem úgy hagyta kibontakozni, és ez így kialakult. Nagyon sok mindenre foglalkoztam, de valami módon ez a természet iránti mozódás, ez már a kezdetekben is megvolt, mint talán minden gyereknek. Ezt hagyták kibontakozni, és ebből lett először vadász. Ezt nem is értem egyébként, hogy lettem vadász egy darabig, de most már abszolút fanatikus természetfotós. Az még nagy váltás azért a vadászathoz képest, nem? Tehát, hogy mind a két dolognál az a cél, ugye, hogy megtaláld az állatot, csak az egyiknél azért az, hogy az állat bevégezze. De most ahhoz képest, ugye velük együtt élni, mozogni, nem bántani őket, azért az tényleg egy másik fajta véglet. Ugyanazokra az ösztönökre van szükség. Ugyanolyan előkészület, ugyanannyi terepi munkát igényel, csak az egyik az kicsit véresebb véget. Meg hát nyilván abból jött, hogy marasztalni próbáltad a madarakat, ugye a 2 hetes előhívásból kifolyólag állandóan bemozdultak, elmozdultak, ott meg azért egy sörétessel meg lehetett fogni őket egy pillanatban. Aztán nem mozdultak. Aztán többet nem nagyon repültek. Na most az ember azt mondja, hogy természetfotós, akkor az a képje benne, vagy hát legalábbis sokáig bennem azért, hogy ül egy ember egy gumicsizmával, egy szalmakalappal a tetején, egy ilyen álcázott fényképezőkkel, vagy fényképezővel, és 4-5 napig várja, hogy valami kis, nem tudom, vándorsólyom bekerüljön a blendébe. De hát ennél az nyilván azért ez már egy összetettebb dolog, nem? Mint hogy egyedül üldögélsz 3 napon keresztül egy vadász lesen. Én már évek óta dolgozom azon, hogy ezt a tévképzetet eloszlassam, hogy igen, természetfotós ázik-fázik. Hát nem egészen erről van szó, igen, van benne ázás-fázás is, de én egy olyan vonalat képviselek, ami arról szól, hogy én a körülményeket szeretem úgy kialakítani, hogy amikor maga a fotózás már úgy történik, hogy a kezemben egyáltalán a fényképezőgép már odáig eljutottam, az kényelmes körülmények között legyen. Ennek következtében van olyan lesem, amiben van padlófűtés, légkondi, internet,
hűtőszekrény, hogyha húzamosabb ideig ott vagyok, az élelmet tudjam tárolni, tehát ez a kényelm, ilyen bőr, hát ennél kicsit jobb bőrfotel, mint amiben most ülsz. Ez halló! Tehát ilyen hosszú ideig azért jó, hogyha az ember kényelmesen ül, nem? És egyébként ezt, van választás. Azt kell elképzelni, hogy kinézed azon állat élőhelyét, amit le akarsz fotózni, behúzod oda az internetet, fölépítesz egy viskót, azt bevonod bőrrel, lerakod a padlófűtést, és építesz egy les tulajdonképpen? Minden komoly lesépítés megelőz egy tesztles, és ez egy nagyon komoly felelősség, amikor elkezdek egy olyan lest építeni, ami nagyon sok pénzbe és nagyon sok energiába kerül. Most például éppen Afrikába kezdtünk építkezni, ott ráadásul másik embernek építek, így tudnom kell azt, hogy majd a végkifejlet az ne legyen pofára esés. Ezért szépen lassan apránként először kinézem a helyet, valami módon beleszeretek a témába, a helyszínbe, napnyugtába, napkelti a páratartalomba, és azt mondom, hogy na, ide szeretnék egy lest, akkor oda építünk egy viszonylag olcsó lest, de mondjuk Afrikában azért ennek már elefánt biztosnak kell lennie, és a többi meg szakszigeteltnek, hogy ne érezzenek meg az emlősök. Tehát elkészül egy ilyen minimál dizájnos lesz, és hogyha az valóban úgy működik, ahogy elképzeltem az elején, akkor építjük a full extra-es dolgot. És azt kimész, leteszteled magát a lest, megnézed, hogy hol működik-e? Igen, beülök, fotózok, új ötleteket tapasztalok. Honnan tudod, hogy rosszul működik, nem jön oda állat mondjuk három napig, és akkor érzed, hogy ereszt a lesz valahol. Vagy átrongyol rajtad egy lefáncsort. A lesznek a biztos jel, hogy nem jön oda az állat, akkor nem kell tovább gondolkodni, de mindig meg lehet találni az okát. Tehát én olyan körülmények között fotózok, amit valamilyen szempontból én hozok létre, mert tudnom kell azt, hogy ide miért fog odajönni az állat. Ezért vagy teszik neki ki élelmet, vagy itatom, vagy oda rakok neki fészekanyagot, vagy létrehozok egy olyan helyet, ahol szívesen tartózkodik, mert például egy sziget egy tó közepén. Nos, nézzünk konkrétumokat, például egy hangya felkelti az érdeklődésedet. Tehát tudod, hogy van egy afrikai tűzhangya, amit te szeretnél lefotózni, hogy cipel egy levelet? Hát ahhoz ismerned kell az ottani állatot, vagy látsz egy állatot valamilyen műsorban, és azt mondod, de jó lenne lefotózni, elkezdesz az állat után nyomozni, megtalálod az élőhelyét, és aztán elkezdesz puhatolozni, hogy hogy lehetne megcsinálni a képet, tehát így kell elképzelni? A kezdetekben az úgy működött, hogy jártam biciklivel, egy kis női biciklivel a határba 20-30 km. Én is használok egy csomó női dolgot, nincs ez, 40 éves vagyok, menő. És még mindig a szemöldökös is szemed. Én mindig a feleségem hajlakját használom, úgyhogy ezzel ne osztodod magad. És akkor láttam érdekes témákat, amit elkezdtem fényképezni. Mondjuk, konkrétumot, hogy mire emlékszel, mi az, ami neked érdekes téma, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy mennyire más szemmel nézed te a világot, mint mondjuk, ami nekünk érdekes téma. Van egy olyan nevezítő madár, amit úgy mondják, hogy gólyatöcs. Gólyatöcs. Meg a neve alapján, egyébként. Teljesen rendben van egyébként. És akkor nekem az azért volt érdekes, mert egy olyan faj, amit előtte nem láttam, egy ilyen saját magam által felfedezett faj volt. Kinéztem, hogy hol mozog, aztán láttam, hogy ez ugye jobban fél tőlem, mint ahogy az én objektívemnek a gyújtótávolsága engedi, ezért építettem egy lest, és megpróbáltam a közelébe kerülni. Na most ez a mostanában már úgy működik, hogy bújom az internetet, rengeteg fotós barátom van, akinek a képei beérkeznek hozzám, megkérdezik a véleményemet, hogy mit szólok hozzá, és van egy óriási információanyag, és egy-egy témára rá tudok gerjedni. Most például a következő téma, amivel foglalkozni fogunk, az egyik téma még idén, az a flamingó fotózás lesz Franciaországban. Hmm. Ott nem egy fotós vendég, és mutogatta a rosszabbnál rosszabb képeit, de volt közte olyan, ami azért úgy már hagyott némi dicséretet. Mutogatta rosszabbnál rosszabb képeit. Igen, viszont láttam, hogy olyan óriási téma, hogy flamingók táplálkoznak egy sekély vízben, az emberekhez viszonylag közvetlenül. Egy vadmadárról van szó, ami egyébként mondjuk 100 méterről elrepül, de ilyen körülmények között 2 méter oda megy a fényképezőgéphez. Erre beindultak a fogaskerekek, elkezdtünk a csapatommal dolgozni rajta, hogy milyen módon tudunk. De előtte még mondtad a srácnak, hogy na ez az a téma, ami vakvágány, ezzel nem foglalkozzátok. Engedd el, majd én megoldom. Igen. És most én már egyszer kimentem erre a területre megnézni, hogy valóban így működik-e. Februárba beleszerettem, és most megyek vissza decemberbe. Hogy kerülsz a flamingó közelébe? Csak azért mondjuk el, mert szerintem sokan ezt mindig nem értik, hogy a rózsaszín tütűben. Igen, tehát építesz egy házat, ami szépen lassan mondjuk a víz tetején, képletesen mondom, csak hogy tényleg mindenki értse, oda úszik, és napok, hetek alatt azt a házat, azt a szerkezetet, azt az álcát mondjuk megszokják az állatok, és egy idő után elkezdenek a ház előtt egy méterre táplálkozni, amíg te egy idő után már ott leszel a házban, nem? Most rengeteg fél verzió van, ez az egyik, hogy az állat az annyira vad, hogy 100 méterről világgá megy, hogyha meglátja, hogy kimész a nádosba, és akkor ez egy ilyen folyamat, hogy megépíted a lest, megszokják, oda mennek, ahogy mondtad. A flamingó fotózás az viszont most úgy fog történni, hogy ezek a madarak már valamennyire szelidek, mert megszokták azt, hogy 100 000 turista megy erre a vidékre, ez a Rhône folyónak a deltája. 100 000 ember oda megy, és a folyamatosságot azt minden madár meg tudja szokni idővel. Tehát ezek már viszonylag közvetlenek, 5 méterről bárki meg tudja őket nézni, de nekünk az 5 méter
nem elég, hanem olyan 20 centire van szükség, mert egy hasznos objektívvel fogunk fényképezni, és az objektív előtt legalább 20 centire, vagy még közelebb kell, hogy legyen a flamingónak a feje. Ezért csináltunk egy vízhatlan dobozt, amit letelepítünk a tó szélére. Ezeket a madarakat rizsjel etetik, egyébként rákok tesznek, tehát nem tudom, hogy jött ez a vegán életmód. Kiszórták elé, kiszúrjuk elé a rizst a fényképezőgép elé, és reméljük, hogy oda fognak jönni. Na most van olyan, hogy te például becsapod az állatot, és madárhangot utánzol, fütyülsz nekik, viszel egy kis magnóról valamilyen hangot, amire ő tudod, hogy mondjuk megérkeznek, odajönnek, tehát neked át kell verned az állatot ahhoz, hogy mondjuk le tud fotózni? Hát ennek olyan negatív kisugárzás van. Keresünk úgy értem, nekem ez nagyon tetszik, hogy felveszel valamilyen madárhangot, tudod, hogy arra megérkezik, vagy párzó hangot, vagy bármit, és azt lejátszod neki, és egyszer csak látod, hogy jön a madár. Igen, szoktam ilyet csinálni. Igen? Igen. És magnóról bejátszod? Vagy? Magnóról bejátszom, igen. És akkor várod, hogy jöjjön. Vannak olyan madarak, amik nagyon jól reagálnak a saját hangjukra, vagy azért, mert látják benne a partnert, tehát mondjuk egy tojó madárnak a hangját utánozom, hogy hívnak, és akkor rágerjed oda. És ezeket a hangokat te tudod fejből? Igen. Tényleg? Igen, a tojmágye. Na, egy valami. Hát utána az nem tudom, nem arról volt szó. Vörös vécse. Például a kakukot mindenki ismeri, ugye? Igen. Valószínűleg nem tudjátok, hogy néz ki, de a kakuk, mint madár, az ugye azért, hogy az emberek 90%-a képben van. Én annyira város vagyok, hogy engem kakuk harkálja be, egy évvel lenne, mi megkülönböztetem őket. Az egyik nem mozog a feje és kopog. Nagyjából. Most a kakuknak van a kakukkoló hangja, amire kapta a nevét, viszont a tojónak meg van egy bugyborékoló hangja. Aha. És van egy, az mondjuk a Ferinek is van hajnalban. Igen, egy egy évben, az egyik április közepén van, amikor megérkeznek Afrikából, amikor erre a bugyborékoló tojó hangra azonnal, tehát mint a pulyka. Csak ülsz fényképezővel a kezedben, és adod a bugyborékoló tojó hangot. Hát elrejtőzve, egy megfelelő ág előtt, és reménykedek, hogy rászáll. És van egy másik időszak is, amikor a következő tojásrakás kezdődik, mert ugye azt azért tudjátok, hogy nem rak fészket, tehát máshol elteszi a tojás, hogy szétszorolják a tojást, és utána a következő tojásrakás az pedig június elején van, akkor megint lehet lejátszani ezzel, de a két időszak, a két időszakon kívüli időpontokban abszolút nem reagál, hiába játszod a hangját. Az Na, és hogy szól? Csak kíváncsiságból tényleg, hogy szól egy ilyen bugyborékoló hang? Hozunk egy pohár vizet akával, nem? Tehát azt megfogottam ott, hogy se énekelni, se baromságban. Figyelj, mi annyira városiak vagyunk, én legalábbis, hát nekem egy kakukkos óra is nagy élmény egyébként, tehát hogy ha nagyon mozog, rálövök, igazából. Hát itt van ebben, hogy tojó, kakuk. Na, majd belehallgatunk akkor. És olyan, hogy mondjuk konkrétan egy állatnak, vagy állatszerűnek öltözködsz, hogy mit tudom én, mint az Ace Ventura rinocérosnak, hogy közelebb kerüljön. Ilyenek nincsenek. Nincs olyan állat, ami ezzel átverhető? Van, aki fotózik így nagy vadakat, amikor cserkelnek, és úgy beöltözik, hogy minél jobban, mint a sivatagi showban például igaz volt az, hogy, vagy igaz lehet az, amit ott eljátszottak, hogy strucnak költözött néhány ilyen kis ágnak, meg mindenféle ilyen... Hát el tudom képzelni. Egyébként az egy hihetetlen jó film, és 40 év után is megállja. Olyan poénok vannak benne, hogy elképesztő. Jól össze van csalva, az a leginkább összecsalt természetfilm, hát ami valaha létezett. Ezek ilyen kicsi csalások azért. Aha. Tehát az ember, aki azt csinálta, azt nagyon, nagyon pontosan tisztában volt az etológiájával ezeknek az állatoknak. Hogyne, de nagyon össze van csalva. Amikor én most kinyártam Dél-Afrikába is beszéltem dél-afrikaival erről a filmről, akkor hogy húzták a száját, de mondom, figyelj, már 40 évvel ezelőtt csinálták. Tele van poénnal, azért hiteles, elég jó. Hát most persze, idomítani kellett az állatokat egy picit, hogy forgass részen, akkor még filmre forgatott, egy személyes táb volt, Jamie Hughes forgat az egészet. Igen, hát az nagyon nehéz volt. Tényleg érdemes megnézni. Csak egy pillanatra ugorjunk már vissza erre a Dél-Afrikára, nem? Igen. Vagy te maláriás gyerek? Mondj már három mondatot erről a Dél-Afrikáról. Merre voltál? Jó, malára egy gyógyszert ne szedjetek, mert a májátokat tönkreteszít. Ebből a megfontolásból nem szedjük mi is, ezt később nagyon fogjuk bánni. Most még egyelőre ez jó ötletnek tűnik. 50 millió ember él, vagy 55 millió ember él Dél-Afrikába, és ezekből nagyon kevés hal meg maláriába. Hogyha mondjuk egy olyan párhuzamot vonunk, hogy mondjuk Magyarországon 10 millió laknak, és hányan halnak meg autóbalesetben, akkor ne vigyétek be autóbal a taxiba. És te se szedtél soha? Hát azért ott vagy Mocsár környékén, Tabak környékén azért, ahol mondjuk... Kötelező védőoltásokat fölvettem, de azt hiszem Dél-Afrikában nincs is semmi. Aha. Jó, meg a leseid azok steril környezetek, érted, padlófűtésből. Meg te érülítetted mégis más. Mi volt a legtöbb, amit készültél, vagy vártál egy állatra, és hiányérzetet okozott, és még mindig nincs meg? Van több ilyen? Több év? Mi volt az? 2003 óta foglalkozok azzal, hogy fotózzak villámfénynél állatokat. Villámfénynél állatokat?
Aha, tehát ott oda kell menni, ha vihar van, vagy csak hogy nézik, hát meg hallott, hogy... vihar, meg villám, meg ott is egy fényképezőgép, ami ráadásul működik. Meg az és ez a három, ez nagyon nehéz. És ezt előre nem lehet kiszámolni, hogy hol van vihar. És akkor megnézed a térképen, meg hogy, is, hogy hol van állat. Igen, jön a vihar, autóba ülsz, és lerohansz oda, mondjuk vihar van, mondjuk Kecskemét környékén. Nem, sajnos nem tud így működni, mert akkor a hatékonyságot lehetne jól növelni, hanem azt megpróbálom befolyásolni, hogy az állat hol legyen. Tehát vagy kinézni egy olyan helyet, ahol az állat garantáltan van, mert egy éjszakázó hely, vagy oda tudom csalni valamilyen módon. Uh-huh. És azt várom, hogy az állathoz oda jöjjön a vihar, mert ennek van realitása. És fontos, hogy ne látszódjon a lábán a spárga. Az egy nagyon fontos. Pont ezt akartam kérdezni, hogy van olyan, aki szerinted csal? Hogy ne lenne? Hát tehát aki például befog egy madarat, spárgát tesz a lábára, amit jönni mond, elviszi egy viharsújtott területre, jön a villám, és megfotózza úgy az állatot, hogy mondjuk az állat nem tud elrepülni. Vannak természetfotósok, akik csalnak? Szerintem vannak. Igen? Hát figyelj, hogy egy olyan műfajban, ahol több tízezeren dolgoznak valamiért, ott azért mindenki próbálgatja a határokat feszegetni. Uh-huh. És szerintem az a fontos, hogy az ember saját maga etikájának ebben feleljen meg, mert az, hogyha most én természetfotós vagyok, és akkor leködözgetem a madarat, az már nem természetfotózás. Az nem. Egy autóverseny is beérhetek úgy a célba, hogy nem a rajtól indultam el, hanem 10 méterrel a cél előtt, de az nem autóversenyzés. Uh-huh. És olyan volt például, hogy ültél a lesben? Vártál mondjuk egy hónapja, egy hete, és egyszer csak mellőled, vagy mellette 10 méter egy szalmakalapba megérkezett egy másik fotós. Egyébként is kiderült. Kiszúrtál egy lest, egy másik lest. Egy mozgó lest. Hogy a francba mozog az? Hát gondolom baromi nagy a verseny, nem? Hát most már sokan vagytok, mindenki jó képet akar, mindenki azt a bizonyos nagy pillanatot akarja elkapni. Hát egymás konkurenciái vagytok. Volt ilyen? De egyszer csak fölbukkantott melletted valaki? Mellette nem, de olyan volt, az egyik barátom fotózott szarvasokat, azt hiszem Gemencen, és már kint volt egy néhány napja. És megjelent egy monokinis nő, és kifeküdt elé. De nem csak vizionálta már egy nap után, valóban ott volt? Valóban vannak olyan dokumentációk. Nagyon jó. Ez az ember, csak ez, hogy hihetetlenül legyen a sztori, kérdezi egyik a másiktól, hogy na, nálam mi a helyzet, nálam nem jöttek be a muflonok, vagy éppen, amit akarsz fénykül, azt mondja, hogy hát nálam bejött egy, itt van egy pirosegű páviá. Igen. De tényleg, és kiderült, hogy elszabadult a cirkuszból, és azt fotozták. Ez milyen komoly. Azért, hogy egy szarvasra vársz, és megérkezik egy majd, hát, ha már itt van, lövök pára. Igen, hol a francba vagyok? Na jó, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Fél 8 múlt pontosan 2 perccel. Máté Bence természetfotós a vendégünk. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán a hírek után Bencével folytatjuk. Ó, hát zene is van, gyerekek, minden van itt. 3:48, ez pontosan 7 perc múlva. Mezőberény és Békés Csaba között a Zöldségesnél van egy trafi, ezt Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát folytatjuk a beszélgetést Máté Bence természetfotóssal. Rengeteg képet teszünk föl, vagy tettünk már föl a Facebookra. Szenzációsak ezek a képek. Meg is nyitok néhányat. Ugye így most nehéz ezekről beszélni, mert a hallgatóink nem látják. De nézve ezeket a képeket, én azon gondolkozom, hogy baromira kell ismerni az állatokat, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy te kimész és vársz egy képet. Nyilván elképzeled, hogy mit szeretnél lefotózni, de tudnod, ismerned kell az állat viselkedését, hogy mikor mit csinál, mikor repül el, mikor száll föl, mikor néz balra. Nem? Az összes állat mozgása, viselkedése a fejedben van? Óriási lépés előnybe tud kerülni a fotós, hogyha ki tudja számítani, hogy mi fog történni. És az állatnak a mozgásából lehet arra következtetni, mi lesz a következő pillanat. És ez egyébként nagyon könnyen megy, mert ha eltöltesz egy napot egy lesbe, akkor látod ezeket a reakciókat, hogy most hopp egy madár elszállna, de amit is csinált előtte, és következőre már tudod, hogy ha azt csinálja, akkor most el fog szállni. És akkor ha tudod, hogy a következő másodperc mi fog történni, az megkönnyíti a munkát. És fejben te tudod mindig a képet, amiért mész? Tehát te látod magad előtt, ahogy mondjuk a tóból kikapja, mondjuk egy madarat, egy madárfajtát. Egy nagy kócsak kikapja a halat a tóból, és te a megálmodott képpel mész oda? Gyakorlatilag igen, uh-huh. De ezt nagyon nehéz azért pixelre pontosan kimérni, hogy mi az, amit szeretnék. Egy nagy vonalakban ki van jelölve, hogy az említett franciaországi projektnél szeretném, hogy a flamingó közel legyen, de hogy a flamingó mit fog művelni, azt már kicsit nehezebb pontosítani. Itt az előző képvágatást, hogyha előkapod, itt van benne például egy olyan fotó, amikor egy pelikánnak egy cső, a csőre alulról van fényképezve. Igen. Lejjebb, jobbra, és ott egy alarébb. Igen, közben kiraktam a srácoknak is. És igen. Igen, ennél az akciónál... Ezzel díjat nyertél ezzel a képpel, nem? Igen. Ugye? Ennél az akciónál 10 000 képet készítettem, és 10 000-ből van mondjuk 50-60, ami használható. Azért neked nagy barátod a digitális gép. Igen, óriási. Azt a 10 000-et felszózom mondjuk 100 forint per darabbal a filmre, az kicsit durva lenne. Nem beszélve a fizikai méretéről. Tehát itt ez egy óriási véletlennek a következménye, és a 10 000 kockából volt ez az egy olyan, ami ennyire unikális.
és ezt nem tudtam megtervezni otthon. Azt terveztem meg, hogy közel lesznek a pelikánok, milyen technikai beállításokat fog alkalmazni, de a természetnek ehhez mindig hozzá kell tenni azt a pluszt, amit én nem tudok befolyásolni. És amikor összejön a technikai tökéletesség is, meg az is, hogy ez a plusz benne van a természet által, akkor tud elkészülni egy jó kép. De itt már a kép témája alapján az következik, hogy itt már egy vendettára készültek a madarak, mert nagyon gyűlnek körére. Igen, már nagyon jönnek. Vagy nagyon jó az álca. Igen. Egy halásznak a ladikjába ültünk be, és az évek során megszokták a madarak, hogy a halászoknál azért néha lehullik egy-két morzsa az asztalról, és amikor a halászokat követik, akkor kapnak még egy kis halat. És akkor ezt én láttam más fotósoknak a képein, hogy ez hogy működik. Kimentem, ott összebarátkoztam a halászal, ami egyébként nem volt egyszerű, csak görögül beszélt, miután meglátta a felszerelést, el nem tudta képzelni ezeket. Hát egyébként csak inkább az olimpiákhoz és détári. Igen, és már barátok voltak. Majd amikor elkezdtünk fényképezni, és még a harmadik óra után is szerettünk volna ott maradni, akkor már haja az égnek állt. De aztán eléggé kooperatív volt, és igazából annyi volt az ő feladat, hogy oda dobja azt az apró halat, ahol a kamerát mi tettük. Kis készpénzért ezt megcsináltam. Egy ilyen laikus kérdés, hagyj tegyük fel. Színezel utána ezeknek a képeknek? Hát azt tudták kérdezni, hogy mennyire nyúlok bele Photoshop-ba, hát nagyon bele nyúlok Photoshop-ba, de ez nem azt jelenti, hogy szétmanipulálom a képet. Milyen színűek ezek a madarak például eredeti? Lilák. A Photoshop egy olyan eszköz, ami azt a célt szolgálja számomra, hogy a valóságot visszaadjam, amit a terepen láttam, vagy amit a kamera láthatott, hogyha éppen nem volt a kezembe. Mert a kamera által készített kép, az vagy egy automata beállításon agyon szaturálja, agyon élesíti a képeket, vagy teljesen hókat színe lesz, és én hát az emlékeimre bízom, megpróbálom rekonstruálni azt, amit én a terepen láttam. Láttam. Van most olyan kép a fejedben, amire vágysz, vagy ami egy álomkép, egy állatnál? Tehát amire vadászol, ami most ott van a fejedben, és hónapok óta azon gondolkozol, hogy hogy a fenébe tudnám ezt az állatot elkapni, hol tudnám elkapni, hogy tudnám megfotózni. Van nagyon, nagyon sok ilyen. Igen? Van. Az egyiket emelném ki, ami már elkezdődött egy pár héttel ezelőtt. Tamásiból voltunk, dálmokat szerettünk volna fényképezni csillagfénynél, tehát csillagokkal a háttérben. És már minden összeállt, csak a dálmok hiányoztak. És most azért fogunk visszamenni, hogy hát... Négy lába van? A Dániában. Aha, az négy lábú. Jó, és vadisznók ugyan voltak, de dánok nem jöttek. Dánok se, senki, se norvégó, ezek a rohadt dánok, ezek nem járnak. Figyelj, ezek éjszaka nem járnak. Hát ott... Inkább a norvégokra menjetek. Ebben a témában az óriási lehetőséget, egy nagyon jó képet lehetne csinálni, de még be kell ülni a gólt. És ezért vissza fogunk menni, mert most már tudjuk pontos helyszínt, hol a legjobb, ismerjük az állatoknak a mozgását, a technikát felépítettük tökéletesen, és most már tényleg csak az a fránya dám hiányzik. Uh-huh. Ezek a képeket te utána eladod, vagy értékesíted? Hát nyilván itt egyfajta önmenedzselésről van szó, tehát nem a pénztárcádban akarok turkálni, de azért a lest megépíteni, több fő stábbal dolgozol, utazni külföldre. Hát egy ilyen ember, aki a természetben mozog, az nem mindig mozog jól az anyagi világban, hogy megteremtse a lehetőségeket. Ezt hogy tudod összeegyeztetni? Van egy menedzsered, vagy van egy ügynököd? Vagy... Igen, egy nagyon jó csapatmunkában dolgozok, egy menedzserem is, asszisztensem is, operatőröm is, és most már ez egy csapatmunka. Hát lassan ki se kell elfotózni, nem? Átmérik a képeket kicsit. Automata berendezés. Otthonról exponálsz. Igen. Hát nekem a pénz verés az mindig egy ilyen melléktermék volt. Uh-huh. Tehát én már kezdetekben is úgy álltam ennek neki, hogy valamit tudjak fanatikusan csinálni, aztán a pénz az majd úgy jön, mert hogyha valamit úgy elkezdek olyan módon művelni, ahogy mások nem tudják, akkor abban valamilyen módon is lehet pénzt. Hát igen, csak láttam most itt a képédet, Afrikában most éppen egy lesépül, majd amit elfektettek és leraktok a víz alá, úgyhogy éppen tényleg csak a fejed lógjon ki. Hát azért oda 4-5 ember kiutaztatni, hát azért ehhez... Hát ez most például úgy működik konkrétan, amire rákérdeztél, hogy ugye 99-ben építettem lest egy ilyen kis szárkubból, aztán építettem egy kicsit komolyabb lest, aztán még komolyabbat, amit láttak az interneten sokfelé, és ez az afrikai területtulajdonos már azért hívott fel, hogy szeretne velem leseket terveztetni. És azért utaztam ki megnézni a területét, láttam, aha, hogy jó, nagyon jó a fickó is, iszonyat kooperatív, nagyon rámenős, és akkor terveztem neki egy lest, azt pikpak megcsinálta úgy, hogy csili-billi. Ez lett a burzsalarab. Érdemes volt neki még egyet tervezni, és most én nekem van egy lehetőségem gyakorlatilag így járni Afrikába fotózni. Meg közben leseket jó, és akkor melléktermékként meg ugye építek neki egy pár lest. Na most több tízezer képed van nyilván, vagy több százezer kattintás, ami a kezedben van. Hány olyan képed van, ami ebből szerinted tökéletes? És hibátlan. Hát ez szubjektív, de mondjuk három képre vagyok nagyon büszke. Három képre? Igen. Több tízezer vagy százezer képből összesen három képre vagy büszke. Igen. Ebből, aha, az egyik ez a pelikános,
A másikon levélvágó hangyák vannak, a harmadikon pedig... Az is itt van, a hangyás képes itt egy van. Egy ágról csüng egy kígyó, egy Kosztarikában, és egy kolibri, és egy kolibri néz vele szemben. Nagyon komoly. Ez a hangyás kép, amikor cipelik a leveleket? Nem, ez volt a fő téma, amivel dolgoztam, hogy különböző színű leveleket szállító hangyákat fotózzak, de a képet, amire leginkább büszke vagyok, azt egy melléktermékként fotóztam egy éjszaka alatt. Tehát nem az volt a projekt, hanem ott a helyszínen improvizálva készültek a képek. Őszintén, hányféle növényből válogattad össze a leveleket, és vitted oda, hogy ez egy jó hangyák. És beszélted meg a hangyák, hogy gyerekek, vigyétek el, rohadtul nincs erre időm. Még egyszer elmondom, a rózsaszín megy elől. A zöld az utolsó. Nem érted? Na figyelj, gyorsan elmondom, mert ez fog neked tetszeni, hogy... Az volt a probléma, hogy össze-vissza szállították a leveleket, ugye? Tehát nekem rendezett, hát milyen ösztörösek ezek a hangyák? És elkezdek gondolkozni, most a ragasztó azért annyira csak nem jó, mert nem természetfotózás, most hogy neki adom a levelet, az meg azért nem jó, mert látszik, hogy én adom neki. Tehát nyilván kipróbáltam, hogy az hogy néz neki, de ha én a vágom ki ollóval, az nem olyan, mint amikor ő rágja ki. Tehát neki kell kirágnia, saját magának kell, hogy érezze. Viszont nem akartak rendezett sorokba menni, ezért kitaláltam azt, hogy mesterséges szélre lenne szükségem. Na most az őserdőben minden kapcsolatot távol, térerő nincsen, hogy csinálják mesterséges szelet. A Lodge-nak a számítógépéből kiszereltem a hűtőventilátort, azt beraktam az ág alá, és amikor egy olyan színű hangya érkezett, ami nekem tetszett, akkor bekapcsoltam. Egyébként egy ilyen annyi volt a kapcsoló, hogy akkumulátorra egy autó aksira rá kellett zárni kellett egy érintkezőt, akkor beindult ez a mesterséges szél, és az a hangya, ami mondjuk oldalt szállította ezt a levelet, az felsétált a tetejére. Hát komolyan mondom, én meg megyek érted a kiállításodra, nézem a képeket, nézd már az a hangya, hogy viszi, az közben meg van ventilátorozva. Hát milyen csodavilág ez a természetfotózás. És alulról meglökted kicsit szélelőket, és azok ugye fölállították a leveleket, feltesszük a képeket a Facebookra, ugye a képen úgy néz ki, hogy mindegyik hangya cipeli a hátán a levelet, de a levelek nincsenek eldőlve, hanem itt a házat ugye viszik a hátukon. Széllel fújdogálod őket. Hát, és a színe honnan van? Most mondd el a színek honnan. Az Photoshop. Szenzációs egyébként, és erre a képre vagy többek között büszke, ez egy melléktermékem. Ez volt, amivel két hetet dolgoztam, meg csináltam vagy 20 000 képet, ez egy eléggé kemény munka volt ott egyedül abszolút, tehát olyan sötét volt, mint a Bibajba. Elképesztő körülmények, viszont az a kép, amire ennél büszkébb vagyok, az meg melléktermék volt, hogyha tovább pörgeted, az egy zöld tónusú kép, és ami látszik, amint a levélből rágják ki a darabokat. Igen, ez az? Hát ez is egy szenzációs kép, igen, ezt is feltesszük. Itt a levél alulról van megfotózva, a levél másik oldalán vannak a hangyák, mint egy megvilágítva, és közben néhány hangya benéz a levélen, mert hogy lyukat rágnak a levél közepébe, és átnézzek őket, és láthatóvá válnak nem csak az árnyékok, illetve alul meg ugye cipelik az általad megfújt levelek. De itt már nem fújtam. Nem, itt már rájuk van ragasztva, tudod, és már eldobták volna szegények, de nem ment. Ami még fontos, bocsánat, hogy a ventilátort visszaszerelted, vagy azóta is fagyogottnak 5 perces túlmelegedés után a számítógépek a Lodge-ban. Csak estére kaptam meg a ventilátort, meg a kocsi akkumulátort is, tehát minden reggel vissza kellett szerelni. Mire ébredtek a Lodge-ba, addigra vissza volt forrasztva. Kérdezi egy hallgató, hogy ugye mi most indulunk Dél-Afrikába egyébként 6 hétre, hogy olyan kép nem érdekel-e, hogy éces denevér támad emberre? Aha. Mert hogy lesz ilyen. Nincs esetleg a vágyálmok között egy ilyen kép elkészítése. Valami ladát emlegetnek, amit láttak a spektrumon, hogy van-e benne fék. Azt imádják azt a ladát. Igen, van benne fék is. Pöcre indul, tehát zseniális. Ez egy álca ez a lada? Hát amikor én kezdtem, akkor iszonyat csóró voltam, semmire nem volt pénzem, és a ladát vettem meg a szüleimtől. Valami ilyen, azt hiszem, 70 000 forintért. 2006 körül. Aha. És akkor ezt a gépet, nem, 2004-ben, már 10 éve. És akkor ezt a gépet kezdtem el nyűni, ezzel építettem fel a tanyámat. Aztán, hát mivel akkor már ezek a képek szerepeltek a médiában valamennyire, kijöttek a tévéstáboktól, és akkor ez volt a közlekedési eszköz, így ismerte meg a nagyvilág, de azóta sem zúztuk be, mert ha jönnek hozzám vendégek fotózni, akkor kifejezetten kérjük, hogy menjünk a ladával. Mert hogy szervezel ilyeneket is, igen, hogy lehet hozzád menni. Azért azon gondolkozom, hogy nagyon jó munka ez, nem? Szóval annyira meditatív lehet, annyira kikapcsol, annyira természetközeli, hogy pontosan ezért az ember abszolút meg is érti, hogy neked egy napot el kell töltened a fővárosba, és a hajad kihullik, és menekülsz vissza, hogy azért ez egy rettenetesen szép munka, nem? Amit az ember talán nem is érez, hiszen minden nap csinálja. Meg annyira változatos. Nem lehet belefásulni, mert 30 szakma az, amiből szükség van ismeretünkre.
ismeretekre ahhoz, hogy el tudjuk érni az eredményeket. Például most szó volt néhány esetben a fotózásról, de mellette mi filmezünk is. Ezeket az ötleteket már az ötlet megfoganásától egészen a készkép elkészítéséig filmezzük. És ez egy újabb szakmát tárt fel. Ugye mi hozzuk létre ezeket a dolgokat, ezért szükség van némi építészeti ismeretekre, tervezni számítógépen, szükség van arra, hogy ezeket az anyagokat jól tudjuk használni, etológiát tudnunk el, elektrotechnikát. Igen, azért ez már tényleg nagyon messze van attól, hogy egy ember gumicsizmában ül egy lesen és kattogtat egy szmenával, nem? Tehát, hogy amit az ember gondol, mondjuk. Már annak is meg volt az él maga varázsa. Annak is meg volt a szépség, igen. Kitaláltunk egy kitelepülés Bencével itt a hírek alatt. Nagyon jó, menjünk. Jövő tavasszal, amikor is ugye hát lehet világosban mozogni, mert most már azért ugye mondtad, hogy télen inkább sötétben mozogtok. Azért, mert télen a fő téma az a les, ahol inkább dolgozunk, oda rétésre sokat csalogatunk, és annyira érzékeny ez a jószág Magyarországon, hogy nem szeretünk nappal mozogni. Tehát mi sötétben megyünk hajnal 5-kor, és 5 óra előtt nem is jövünk ki, mert rajta ülnek a les tetején a sasok, és hogyha megzavarjuk, akkor sokkal kevésbé fog visszajönni. De jövő áprilisban kimennénk Bencéhez. Megjön a kitelepülés? Itt ülünk a lesben, kedves hallgató. Nem, itt ülünk az üvegstúdióban, egy büdös állat nem jött erre. Tarts vissza, Feri, tarts vissza. Reflektorokat most már lekapcsolhatjátok. Igen. De hogy szépen egy ilyen kis kitelepülőszettel, ketten, hárman, tényleg mindenki kimegy, és elkísérjük Bencét egy ilyen 6-tól 10-ig terjedő intervallumban, egy természetfotózásra, és közvetítünk a hallgatóknak, hogy mi történik a lesben. Hárman nem mehetünk ki, mert nyilván állat nem jönne arra, de majd megnézzük, hogy most ki az, aki ki tud menni. Most a papírra előre leírom is. Már látom magam előtt egyébként, ha kimegyünk a szettel, az azt jelenti, hogy Balázs megy majd egyébként Bencével a padlófűtéses, bőrüléses kanapés. Meg a Ferivel egy melegítő palackkal, meg Filüvek Slivovicával, ott egymáshoz bújva, mint két ilyen kis, hogy hívják, két ezüst hátú gorilla, ott fogunk reszketni, mint valahol. De szeretnénk, jó? Úgyhogy a tövő áprilisban, májusban. Ha ki akarlak vinni, úgyhogy húzhatok sorsot. Jó. Addig találd ki, hogy mire lehet menni áprilisban, májusban. Én minden állatnak örülök, rettetesen városi vagyok. Medvére, emberre. Vízimadára fogunk menni. Vízimadára. Vízbe kell menni? Hát ha nagyon akarsz, lehet, de igazából papucsba is lehet jönni. Nagyon jó. Jó, akkor kimennénk hozzád. Jó? Jövő áprilisban. Hány kilométerre fogjuk megközelíteni a terepet? 50-60? 200 métert kell. Ha tud, a múltkor voltunk a múlt hétvégén kitelepülésen Sárváron, a stúdió és a szállás között 15 méter volt, ő kocsival jött. Gyerekek, jó, csak mondom. Gyerekek, hajnalban ki tudja, hogy mi történik, hogy Sárvár nem sétálgatunk a tért, felügyelet nélkül a sötétben, medvék, farkasok, nem Balázsnak való vidéket. Beültem a kocsiba és átgurultam az üvegstúdió. Na ez lesz, a lesre rá. Kocsival el lehet menni a lesre? El lehet. Neked el lehet. 200 méter. Akkor meg vagyok. Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, meghívtad. Hihetetlen érdekes világ, ez is számunkra teljesen ismeretlen. A képeket egyébként csak mondom, feltöltöttük a Facebook oldalunkra, ha valaki szeretne Bence munkájában gyönyörködni, akkor tegye meg, tényleg elképesztő képek ezek. Jövő áprilisban akkor találkozunk, jó? Mikor vagy Afrikában? Nem találkozunk kint? Nem most jössz valamikor? Sajnos nem, mert márciusban voltam egy hónapot. És legközelebb augusztusban megyek vissza. De kár, hát most 6 hétig együtt lehettünk volna. De lesek épülnek közben. Felügyeljük, jó? Jó, nézzétek meg. Néha ránézzük. Ránk bízhatod, persze. Ez is értünk. Megnyugodtam. Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, élmény volt téged hallgatni. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szia Balázs, Timi vagyok Miskolcról. Hello Timi! Itt a Jani meg a Feri is. Hello Timi! Sziasztok, hello, szia! Hello Timi! Mit csinálsz Miskolcon, Timi? Elvittem a gyerekeket óvodába, bölcsibe, most meg megyek iskolába. A sajátjaidat? Igen. Akartak menni? Persze, imádnak menni. Nagyon helyes. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru nénim, jó? Figyelj! Rendben. Ezt fogod először hallani. Aha. Ó, kirándulnak? Ó. Természetfotózásom van. Ha valami ott bugyborékol a háttérben, biztos a Bence. Hívja a kakukkat. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Oké. Hoho. Jaj, de jó ez a hang, gyerekek, annyira meditatív. Hát, igen. Kérhetnék még egyszer? Ilyenekre kell meditálni, ha az ember már nem tud kimenni a természetbe, ezt meghallgatni élőben. Ismerni Bence, hogy mi ez? Bence, mi ez a hang? Hallgass, nem? Madár, segíts! Hallod? Tehát olyan kérdő volt a tekinteted, madár.
És se tudod, Bence. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Na, most még egy kicsit hosszabb is volt, és ráadásul még a bögrét se vettük ki. Csak mondom, hogy csilcsap füzike. Hát persze. Jó. Viccesz. Kérlek, van ilyen, vagy hűítesz? Csilcsap? Csilcsap? Jaj, megmondom, csilcsap füzike. Aha. Csilcsap. Ugye? A madár külföldi? A füzike? Nem. Nem, az előadó magyar. Így van. Olyannyira beletrafáltál, hogy magyar. Még egyszer? Igen. Na most utoljára kapod a rövid részletet, aztán kivesszük a bögrét, figyelj. Oké. Okay. Vegyük ki a bögrét. Vegyük ki a bögrét. Jó, hosszabb részlet jön. Figyeld, a csilcsap füzike közben nagyon énekel. Na hát. Most már, de tényleg. Hallom egyébként, hogy van benne egy sisakos kazuár is. Így van. Meghallottam, ritka madár nagyon, de én kiszúrom, nagyon jól ismerem. Nagyon. Hát hallgattam már meg még egyszer. Még egyszer, jó. Passz. Hát, szerintem, ha meghallod az eredetit, be fog ugrani. Figyelj, ez lett volna. Jöjj vissza az hát igen, hihetetlen jó srácok, és azért a Junkieshoz képest kicsit más. Igen, picit elkanyarodott a Tibi. Mi történt? Mi történt? Meg vagy még? Itt vagy, Timi? Itt vagyok. Aha, jó. Fiesta lett volna, Timi. Igen, Fiesta. 40 pluszos nők imádták őket. Igen. Hát én még nem vagyok az. Szerintem, hogy a Tibi most hal minket, a csordások azt mondja, imádták. Ugyan már, imádnak. Úgy szaggató számokat. Az biztos, játszott. Igen. Egy jó kis Fiesta volt. Igen. Tibi, köszi a játékot, nincs ajándékcsomag. Én is köszönöm szépen. Köszönjük. Ciao. Ciao. 3 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Ha valaki nem tudná, ez a Morning Show a Klasszon, de hát nyilván azért kevesen vannak. SMS számunk változatlan, ahova várjuk a közlekedés híreket. 06 745 000. Jött is nagyon sok. Kőbányának Körösi Csoma a Ligetér útvonalon áll, mint a. De jó itt állni. Brown küldte nekünk. Andrási úton egy bubis felborult, mondtam neki, ez már nem Bibi, ez már Bibi. És ott hagytam. Írja nekünk István, aki tovább is küldi a szellemesebbnél szellemesebb, igen, közlekedési SMS-eket. M7-es 42-es kilométerénél Székesfehérvár irányába fotóznak, mindenki menjen lassan. Mező Peterden a 42-esen 3 darab kamion a gödör ment. Jó Isten, helyszínelnek jelenleg, üzente nekünk Hajni. Trafink van Mezőberényi és Békés Csaba között a Zöldségesnél, ezt Gyuri küldte nekünk az M3-ason, egészen jól lehet befelé haladni, és Nagy Gyimóton mér a Yard, 30-as tábla van, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Helyes gyerek ez a Bence, nem? Nagyon jó, figyelj, nagyon azt bírom. Csinálja, amit szeret. De jó neki. Nem érdekli a világ, nyomja ezt a dolgot, és szerencsés, mert ugye olyat tud letenni az asztalra, ami eladható. Tehát, hogy meg tudsz belőle élni. Igen. Az az igen, igen, és minden nap úgy fekszik le, beszélgettem vele elég sokat még itt a hírek alatt, minden nap úgy fekszik le, hogy már alig várja, hogy felkelhessen és mehessen dolgozni. Hát ez a legnagyobb áldás, amikor tényleg valami olyat csinálsz, hogy nem a pénzkereset miatt, vagy nem azért, mert nincs más, hanem hogy szinte az alvással töltött időt is egyfajta hát önmagadtól elrabolt időnek érzed, mert alig várod, hogy felkelhess, hogy mehess a természetbe fotózni. Szenzációs. Ezt jövő májussal, ezt tényleg megcsináljuk április-májusban, mert beszéltem vele. Tényleg, tehát hogy megnézzük, hogy tudunk kimenni, és ugye 6-10-ig terjedő természetfotózás a Morning Show, megcsináljuk. Megbeszéltem le a részleteket. Minél korábban, tehát hogy annál nagyobb legyen a kontraszt, hogy te bennülsz a légkondicionált fadlófűtéses lesben, mi meg kín a hó alatt. Kimegyünk, ásunk magunknak ott egy rókajukat, aztán hogy hívják. Gyerekek. Magukra húzunk valami kis ágatgaljat. Jó lesz az nektek is ott. Nekem se lesz rossz. Hát sőt. Ne, jó lesz, ha kell vízbe megyünk, ezt jövő tavasszal ezt megcsináljuk tényleg. Na, pénteken van egy jó kis véradásunk, ugye, Jani? Természetesen mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk 6 óra 30-tól 10 óra 30-ig itt az Üllői út 102-ben. Ez lesz valószínűleg az utolsó véradás, amit mi szervezünk ebben az évben, legalábbis természetesen jövőre is tovább szeretnénk vinni ezt a vonalat, és nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy ha van időtök, akkor gyertek el és segítsetek azáltal, hogy a véleteket adjátok a hazáért. Így van, tényleg sokat segít fel az ember.
Gyerekek, hallgatom itt a híreket, hát hogy itt most már tényleg semmi nem szól másról, csak a maláriáról, meg az eboláról. Tényleg, én nem akarom bennetek a frászt elültetni sem magunkban, de hogy nincs egy Afrikával kapcsolatos hír, ahol ne az lenne, hogy valaki maláriás vagy ebolás, szóval hogy miért? Csak miért kapjuk mi ezt, hogy pont egy hét múlva indulunk? Én azért nem adugódok, mert hogyha észrevettétek a híreket, arról szólnak, hogy már Európában van, tehát Afrikában már nem lesz nagy probléma. Mi oda megyünk? Elfogy. Érted? Most elfogy. Így van. És ide átjön. Helyet cserélünk. A baj elől megyünk el? Így van. De szép gondolat. De szép gondolat. Na, 9 után lesz majd egy dalpremierünk. Ákos új dalát mutatjuk be, aminek a címe Igazán. Hát Féljek, vagy? A daltól? Ja. Na, nem tudom, ez olyan igazán Ákosos, igazán. Nem? Olyan nagyon-nagyon megmondós, nagyon hát, Ákosos, igazán. Hogyha most az lesz, és ebből a számból az derül ki, hogy beváltja az ígéretet, és akkor újra egy picit visszakanyarodik a régi időköz, úgymond, és egy kicsit ilyen bonanzás feelingje lesz az egész albumnak. Hát ezt már a Hauberral ígérte, nem? Hát azért találtatom. Hát ez már ugye az volt. Az már ígéret szélsző, de nem mindenki tartja be. És ezért mondom azt, hogy most így kíváncsi leszek rá, hogy ez milyen lesz ez a nóta. Tök jó lenne egyébként, olyan jellegű lenne az egész album. Na figyelj, belehallgatunk egy kicsit. Jó, 9 után lesz majd a dalpremier, de csak egy kis ízelítő. Jó, hogy mi lesz 9 után? Na jó. Hát ez az. Megfejtjük a világot. Az. Szint is, nem? Az. Igen. Értelmen az a vonal. Jó, 9 után. 9 után rácsörgünk. Felébresztjük? Nem, rá felébresztjük. A szörnyet? Na, akkor a szörnyet. Ja. Így hívod. Mondom, nem. Hát nem tudtam, hogy kit akar. Felébresztjük a szörnyet, tudtam, mondom ki. Tudtam, hogy szereted, de hogy ennyire. Dehogy itt. Nem, hát csak lezártuk Ákost, azt mondta, hogy na, felébresztjük. Mondom, kit? A szörnyet. Nem, 9 után rácsörgünk Ákossal, hogy kicsit megfejtse nekünk a világot, és elmondja az igazánnak a megszületését, és az üzenetét. Ő imád dalt fejteni. A legkönyörtelebb kérdés, amit Ákosnak feltehetsz, hogy miről szól a dal, tudod, fejtse meg egy kicsit. Van, amit előadó gyűlöl. Igen, miért pont ez a címe, miről szól a dal, és kinek ülj. Na, gyerekek, képzeljétek el. Na, mi történt már megint? Jújjúj. Állítólag. Nem mondod. Ne csináld. Ne csináld. Komolyan. Állítólag a Páko elérhető. Na, a szörnyet fölébresztjük most mondani. Jól érezted. Jól tudatalatta érezted, hogy valami szörnyűséges dolog. Már kinek, a közös képviselőnek, vagy nekünk? Hát mindkettőnek. Figyeljetek, mi egy hét múlva indulunk, kihagyhatatlan, hogy azért tanácsokat kapjunk attól az embertől, aki úgy ismeri Afrikát, mint a saját tenyerét. Aki fel tud készíteni az összes veszélyre. Meg tud tanítani nekünk egy-két fontos mondatot, amit majd ott elő tudunk adni. Számomra mondom, a nagyot egyétek, ne a középsőt. A nagyot vagy a kicsit, én ezt akarom megtanulni. Ti is nyilván meg akartuk tanulni mondatokat. Hát, hát, van egy ember, aki kiválóan beszéli a Zulut, ismeri, és minden dél-afrikai a barátja. Hát nála jobban nem ismeri senkit Afrikát, még Máté Bence sem. Hát érted, a Páko az egy két lábon járó les, akire rá se bagoznak a malavitai sügerek. Ő otthon van Afrikában. Mikor volt utoljára Afrikában? 32 évvel ezelőtt. A jelek szerint ott született, de hogy valószínűleg 6 évesen tették ki az országból, mert mondták, hogy nem. Tehát ezt még Nigéria se tudja bevállalni. És azóta ő nem járt Afrikában, de még ennek ellenére is többet tud Afrikáról, mint mi. Sötétedés után valóban nem lehet kimenni. Mit együnk? Mire figyeljünk? Így van, mi a nemzetiért? Honnan lesz vízünk? Hogy mondják, hogy nem tudom, Zulu nyelven, hogy ezt köszönöm szépen, nem kérem. Kérem, ne bántsatok, itt a hitelkártyám. Érdemes elmenni egy esti fürdőzésre a Nílusba. Igen. Afrikáns nyelven hogy mondják, hogy odaadom az értékeimet, leveszem a kaputnis pulcsimat, csak ne öljetek meg. Ez például jót, ha te megtanulod. Itt a futócipőm, csak ne bántsatok. Igen. Nézd meg a frizuráját, ő a leggazdagabb, őt vigyétek. Igen, vigyétek a középsőt, érte? Sokat fizet a magyar állam. Szóval annyi minden van, gyerekek. Hát és hát kit hívnánk, ha ne őt? Nem? Vagy ha nem Pákót, hát egész egyszerűen. Tényleg, akkor már tényleg tájékozódjunk autentikus forrásból. Igen. Itt van a Magyarország afrikai nagykövete. Az intellektuális mélységek és mélységek ismerő. Bauni! 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 Ja, Istenem, hát te komolyan mondom, tudsz hiányozni az embernek, tényleg. Hát ti is nekem. Na mi van, meg lett a telefonod? Vagy új telefon? Vagy mi történt? Nem, ez új telefon. Képzeljétek, hogy a nadákból hagytam, nem elrúz, és a be volt a mosógépe. Aha, tehát kimostad a telcsidet.
Igen, pontosan, ja. Azért nem találtam meg, elnézést kérek, ja, tőletek is, és a Klász lesz a Monisó hallgató. És akkor amikor teregettél, akkor jöttél rá, hogy ott van a telefonod, vagy hogy találtad meg? Hát úgy találtam, hogy egyszer megnéztem a ruhaszekrénybe, és utána rájöttem, hogy előtte nap betettem a ruháimat a mosógépbe, és a benn volt, biztos, hogy benne, csak benne lehetett, hogy egyik nadrágban a telefon. És azért nem csógott, csak aztán de ez már meg van mosva, csak még nem volt kiteregetve. És aztán ott találtam a mosógépbe, a nadrágomos sebébe. És már nem tudtam mit csinálni vele, csak el kellett dobni. Te kezeled a mosógépet egyébként, vagy a párod kezeli? Mi a kozó sem kedvelünk. Aki arra jár, az kezel. Hát, egy kicsit. Én is tudtam mosogatni. Nyomkodod rajta a gombokat, aztán csak lesz valami. Abszolút. Vagy a mosógép szerelő mondja el 20-szorra, hogy nem, rossz, csak be kell dugni. Nem, rajta van a tájékoztatás. Mit kell nyomni. Na, drága pákunk, hát nem sokára Afrikába készülünk. Hozzátok. Otthonra. Megyünk családlát. Igen, megyünk Afrikába. Családlátogatásra megyünk, igen. Beugorjunk, vigyünk valamit egyébként? Drága jó anyukádnak, apukádnak? Szállítsunk valamit? Hát persze, örülni fognak neki, az tuti, az nagyon-nagyon biztos. A meglátogatok édesanyám, amikor édesapámat, és kell, hogy beszéljünk. Hát a mentek Afrikába, már megvan a védőoltás. Azokat összegyűjtöttük. Igen. Mert ez nagyon-nagyon fontos dolog Afrikában, az, hogy valaki vagy bárki, vagy elindul Afrikába, az, hogy védeni kell magát a malária és a moszkító ellen. Mi a másik? A malária és moszkító. Moszkító. Szúnyog. Ti is moszkítónak hívjátok? Igen, moszkítónak hívjuk, a szúnyog. Igen. És a minden, el kell mondani mindenkinek a utcán, hogy báóni, érted? Báóni. Hogyan nevessük meg magunkat az első napon? Báóni. Hogy szúrasd magad azonnal hason, Nelszprújéba, egy valamilyen nyomornegyed szélén való, mindenkinek kezdj el nagyon-nagyon hangos báónikat mondogatni. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos, nem is mindegy, hogy kell mondani mindenkinek a utcán, hogy báóni, mert ottani emberek, hát tudjátok nagyon jó, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon mosolyognak és nevetnek. Akkor is bármi bajuk van, azaz nem számít, az leszámítva mosolyognak. És azt szeretné tőletek is várni, hogy ott is mosolyátok. Legyetek belőle barátságos és kosztolottok neki. Aha. Jó, mi is nevetünk, ha bármi bajunk lesz. mi is sokat fogunk nevetni, igen. és a másik dolog az, hogy Afrikában, a dzsungelben vannak olyan dolgokat, például az afrikai szokások, hogy mit található a dzsungelben? A található a kígyó, a kobra, a híres afrikai kobra, igen. Afrikai kobra. Igen. Ezek nagyon veszélyesek állatok. És nem is tudom, hogy akartok ezt csinálni, hogy nélkülem mentek Afrikába. Hát az Akalamago dzsungja istene, hát az kell nektek. Azaz. Igen, téged tolnánk előre mindig. A dzsungja Akalamago, az kell nektek. Ti Nigériában milyen nyelvet beszéltek egyébként? Tudom, ott is vannak törzsi nyelvek, meg nagyon sokféle típusú nyelv, de hogy mi a mondjuk az elfogadott, vagy mi az anyanyelv? Nigériában majdnem 50 millió ember élnek Nigériában, és a Nigériában belül több mint 300 tos nyelvek beszélnek. De jó lehet. Az jó. És ebből van három nyelven, ami hivatalos, amit úgy hívják, hogy a Yoruba nyelven. Ja, ezt beszéltünk erről, igen, tényleg ezt mondtad, igen, Yoruba. Yoruba nyelven, Hausa nyelven, és a Ibo nyelven. Ez a három nyelven, ami hivatalos a Nigériában. És a többi 297? Hát az csak a lesz sorod föl. És az Urubát megértik Dél-Afrikában?
Abszolút meg. Abszolút meg. Te ezek közül melyiket beszélek, Páko? Nem baj, Balázs, akkor is mondjátok nekik, hogy Báúni. Ezek közül te melyiket beszéled, vagy melyikre emlékszel? Csak hogy legalább azon a nyelven megtanuljunk egy-két mondatot, hogy érezzék dél-afrikai barátaink, hogy legalább barátsággal akarunk hozzájuk közeledni, és vagyunk annyira alázatosak, hogy megtanultunk egy-két mondatot. Te melyiket beszéled? Jorubá. Na, akkor hogy mondják jorubá nyelven, hogy vigyétek a nagyot. Ő a legfinomabb. Mondja még egyszer. Vigyétek a nagyot, a ő nagyot, a legfinomabb. A nagyot vigyétek, ő a legfinomabb. Aha, de az ónit azt ennyi szó kell. Mondd el egybe, hogy szól? Mondja, mint a daradara, az meg lesz éjszaka a sötében, ott egy sikátor van. Nem, az para-para lesz, nem dara. Para-para. És ez mit jelent? Mit mondtál most? Ez mit jelent? Vigyé, és mit mondtál? Nem is tudod, hogy mit mondtál. Ne tanuld meg, Istenem. Komolyan mondom, veled nem vagyunk kint a vízből. Veled nem vagyunk kint a vízből. Páko, nem biztos, hogy le tudod fordítani, de az hogy van, hogy a szőke csaj igazi csemege, a kicsi a rendőrfőnök fattya. Azzal vigyázzatok. A szőke csaj én vagyok. Azt mondta Jani, hogy a szőke csaj igazi csemege, az vagyok én. Kösz. A kicsi a rendőrfőnök fattya, azzal vigyázzatok. Ez hogy szól zorubá nyelven, vagy orubá nyelven? Mondd el még egyszer! Te mekkora kamus vagy! Úristen! Mondd el még egyszer! Nem vagyok én kamus! Na mondd el még egyszer, hogy szól ez? A fagyja az lehet a gyermek. Igen, az a vége. Igazi hülye vagy, igazi hülye. Ja, a fattyát, a rendőrfőnök fattyát, azt értettem, azt megtanultam. Igen. De ha mégis engem dobnak fel, majd a pick-upnak a hátsó traktusával, egy rúgdra kötözve. Igen. Igen. Azt hogy kell mondani, hogy ne bántsatok, vigyétek a hitelkártyámat? Figyelj, az lehet, hogyha bajba kerülünk esetleg, akkor lesz egy ilyen vészszám, amit mindig fölveszel, azok leszünk, mi átadjuk a telefont, és lebeszéled velük, ilyet lehet? Persze, hát ezen a száma elérhető. Nem tudom, hogy mennyire lennénk kint a vízben. Semennyire elárulok. Elnézést, várjatok, tárcsázok valakit. Majd ő megbeszéli veletek. Mi lenne velünk, ha Páko lenne a túsztárgyalunk? Hát akkor nem bántanánk, csak az asszonyuk lennénk. Nagyon rövidén emberül. Milyen állatokat esztek ti ott meg? Tehát mi az, ami teljesen elfogadott egyébként, és teljesen természetes módon eszitek meg? Mindenféle állatok eszünk. Lényeg, hogy halott legyen. Halottak nem. Mondj egy-két konkrétumot, hogy mire kell készülni. Nyilván hát 8-9000 kilométer van mondjuk Nigéria és Dél-Afrika között, vagy mondjuk 7000, tehát annyi, mint innen Magyarország. De hogy csak úgy kíváncsiságból tényleg. Tehát amit teljesen hétköznapi módon leölitek, megfogjátok, megeszitek, ami mondjuk egy európai számára egy kicsit furcsa lehet, vagy hát legalábbis különleges. Úgy mondják, hogy ez pandédiám and egusi. Pandédiám and egusi. Minden soroknál lehet megenni. Árulják a minden utcának a soroknál. Hát mint egy étterem. Étterembe mész, és a legfinomabb. A legfinomabb kaja Afrikában. Jó, de miből van? De miből van? Tehát, hogy mit árulnak? Mi a hús? Tehát milyen húsból van? Arra akarok kiukadni, hogy mit ölnek meg azért, hogy megegyék, mert hát azért hallani érdekes dolgokat, hogy ott azt gondolod, hogy csirkét eszel, de hogy nem biztos, hogy jó, hogy rákérdezed, hogy miből van, hogy milyen állatot esztek meg?
Hát ez a disznó, mert még irába. Ez még azért kevésbé különleges. Igen. Most letérdeltem. Pákó, ilyen, hogy krokodil. Krokodil, gnú, mit tudom én, majomhús, bármi olyan, ami nincs Európában, hogy csirkéteztek és disznót, hát azért ez viszonylag azért ez Európában is elfogadott. Igen, ez így van, de a különleges hús, amit tesznek Afrikában, el kell, hogy mondjam, esznek a kígyó. Aha, tehát megeszitek a kígyót, ez érdekes. A kígyó, a kobra. Hát kígyó, a kobra. A kobra. A moszkitot is A moszkitot elvesztem. Ennyire hülyének ne nézzél már, hogy egy moszkitó persze. Kimegy egy ember egy zsákkal, elfog másfél kiló moszkitót, majd megsüti. Így van. Hát megsüti. Vadasan. Megsüti. Ettem a szúnyog. Persze. Ja, tudom, ez a ritka másfél kilós hímszúnyog, ugye, ami a nagyra megnő, és le lehet nyilazni. Aha, értem. Igen. Csodálatos vidék ez az Afrika, a hímszúnyog. Adjál már. És gyakran vadásztak levéltetőre is. De tőle, így már nekem Balázs, komolyan mondom. Komolyan. És vannak olyan rész Afrikában, úgy van, hogy oket azt jelenti, hogy kannibálok, tudod. A kannibálok a mai nap is létezik. Még irában nincs kannibálok, de azt mondom, hogy Dél-Afrika arrafele annyira nem ismerem a területe, de azt mondja, mit esznek, nagyon-nagyon hasonló, mint a nigyura is. Érted? A nigyura ember elindul Dél-Afrikába, ugyanis megkóstolja az ottani kaját, ami hasonló a nigrai étehez. Hát pont erre akartam kiukadni, hogy vajon mi lehet az bogarak, szöcskék, sáskák, de hát igen, mindig elfelejtem. Csak hogy... leginkább grillezve eszik a moszkítót, nyilván. Figyelj, ha viszünk valamilyen ajándékot például, amiről ők úgy gondolják, hogy mi kedveskedni akarunk, vagy meglepni őket, vagy ha bajban vagyunk, elővesszük, és annak ők nagyon örülnek, akkor mit vigyünk, vagy mit tanácsolsz, mi az, ami segíthet nekünk, ha például ott bajba kerülünk, vagy esetleg olyan társaságban, amit nem akarunk. Mit vigyünk magunkkal, vagy mit vegyünk elő? Hát vegyetek elő olyan póló, ami rá van írva, hogy Monishop. Aha, nagyon jó van. Imádni fogják, biztos. Imádni fogják. De most komolyan. Komolyan, bármi olyan ajándék, vagy aminek apró... körülnek. Igen, tehát mondjuk egy zsebkésen kívül, mert azt nyilván mondjuk támadásnak veszik, aminek örülnek. Tehát, hogy van ilyen dolog, hogy van nem tudom mi a zsebünkben, akkor az jó, ha elővesszük. De tegyünk fel, a ételről van szó, a tárgy, vagy étel, vagy mit tudom én. Afrikában nagyon-nagyon a szegény gyerekek vannak. Én azt mondanám, hogy inkább vigyétek ilyen zsák rizse, zsák bab, jó, Balázsnál lesz a rizsgrémes. Igen. Balázsnál lesz akkor a rizs, Ferinél a bab, nála meg majd lesz egy bajor paraszt kenyér. Igen. Vigyétek a tollak is, vigyétek a baseball sapká, ilyen ápoló, orrul neki két Afrikában. Majd egy ilyen mozgó bolttal megyünk, egy ilyen igen. Family Frostos kocsival. Igen, úgy kell elképzelni, hogy a Feri majd így teker egy ilyen mozgó bolton, tudod, egy ilyen mozgó árusok lesznek, és adogatjuk a baseball sapkát. mikor voltál utoljára otthon? 12 évvel ezelőtt. 12 évvel ezelőtt. Most tavasszal úgy volt, hogy mész? Hát mi lett azzal a projekten? Megvan még a mátkád? Vagy sikerült már megkérned a kezét? Vagy szakítottatok? Vagy mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy most is meg vagyunk, de el kell, hogy mondjam, hogy a helyzet miatt előre tolom az egész esküvő, mert tényleg ezt meg kell gondolni, meg kell tervezni. Ez nem úgy volt, ahogy én gondoltam. Túl kapkodtam az egészet. Elsiettem egy kicsit. De a leányzó még megvan, vagy egy csendes őszi éjszakán öngyilkos lett valahol melletted? Tehát, hogy megvan még? Megvan még, abszolút. Meg valahol külön. Igen, sikerült a lánykérés? Sikerült? Odaadták? Vagy még azzal próbálkoznod kell? Hogy nem sikerült meg, de én is azon vagyok, hogy sikerüljön. Mikor esett le, hogy nem sikerült?
Igen, és hogy ez már nem is nagyon fog sikerülni. Nem, Páka, nem mosolyog, ne őrülj, én nem adtam oda a lányomnak a kezét, nem vetted el feleség. Elveszem feleség. Jaj, Páka, komolyan mondom, ki kellett volna, hogy vigyünk. Tehát egyrészt veled minden nap sokkal vidámabb lett volna, kettő, hogy azért ott lett volna egy tolmácsunk, hát látjátok, mennyi mindent tud, hát csak úgy dől belőle az információ, hát gyerek. Hát ő ott egy bármilyen túsztárgyalást levezetett volna. Meg jó lett volna élő pajzsnak, hogy jön a kobrá. Hát én is azt mondanám, Balázs, hát miért különbözik Afrikában, hát ez így nem buli, hát én nekem ott kell lennem én is. Igen. Veletek, hát értelem, mindent lefordítom, Tamás, ez még az még az, lássák, hogy ti vagyok a barátaim, és nem esznek meg. Utaztam én már veled egyébként. Aha. Elég hosszan Dél-Afrikában, nem is Argentínában voltunk mi együtt, ugye a rettegés fog, amikor egymás mellett ültünk a repülőn, én nagyon sokat nevettem ám, tehát nekem azért nagyon boldog egy hét volt, amikor mi Pákóval egy csapatban voltunk, és Argentínában utaztunk, igen, sok vidám percet éltünk meg. Pákokám, nagyon köszönjük, nagyon hasznos volt, nagyon sokat tanultunk. Igen, én is köszönöm. Szóval hívunk kintről, ha bajban vagyunk, jó? Igen, ezen a számban elérhető mindenféleképpen, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Jó, na végre, egy értelmes mondat. Köszönjük, Márko. Vigyázzunk. Bauni! Bauni! Májo, hó! Déli Afrika, hú, májó, déli Afrika. Páko, Páko, átírtad a szöveget? Nem ez volt korábban. Ez gyanús, ez a saját dalod, de közben még sincs ez benne. Déli Afrika, hú. Figyelj, elköszönünk, jó? Tényleg tedd le a telefont, jó? Na, próbáld meg letenni. Bauni! Bauni! Májó, Déli Afrika, woni ave kuta ilu ega, ibe nagbe bimisi o, ibe nagbe tamidagba o, ine omi nila o, woni bayo, Déli Afrika o, mayo, Déli Afrika. Itt vagy még, Páko? Itt vagyok. Komolyan mondom, te a világ legboldogabb embere vagy. Én azt szeretném, hogy te hozzám költözél. Én nem láttam még egy ennyire megvilágosodott embert, aki egy folyamatos boldogságérzetet él meg. Tehát a legnagyobb varázs vagy te számomra. Nagyon egyébként, komolyan. Nem beszéltem még veled úgy, hogy te rossz kedvű lennél. Figyelj, ha te otthon maradtál volna, akkor biztos, hogy a törzsed varázslója lennél már, mert az indiának is mindig a bolondokból csinálnak sámát. Azt írja egy hallgató, hogy a Wikipédia azt írja, hogy Páko jogi ösztöndíjjal jött Magyarországra az ELTE jogi karára. Gondoljátok el, milyen volt a többi, hogy volt a legjobb. Egy jogász csempészte be valószínűleg. Na, most tényleg tedd le, jó? Ne énekelj, csak tedd le, jó? Jó. Bauni! 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 Mindent fogtok halni. Te hülyen vagy. Hülye állat. Na jó van, szevasz. Ciao. Bauni. Itt vagytok még? Jó van. És ez még így tartott egészen. Csinálták a srácok 10 órán keresztül. Meg nem öregedtek, és tényleg meg nem halt. Nyom meg a gombot, jó? Mi akkor vagyunk nyugodtak, ha te teszed le. Nyom meg a gombot, jó? De melyiket? A pirosat. Nyom meg a pirosat. Van olyan? A pirosat. Mindjárt megnézem. Vigyázz magadra. Itt vagy? Itt vagyok. Na jó, mosógépben segíteni szokott. Mit csinálsz? Nyomd bele a gombot a telefonodon, nyomd bele, van egy gomb, a lett egy ilyen kagyló gomba, piros, nyomd meg. De nyomom, Balázs. Aha, biztos nyomod. Ti akkor vedd ki az aksit. Na próbáld meg, utoljára próbáld meg. Jó. Mit csinálsz? Na, yeah. Sikerült. Fél 9 múlt 9 perccel jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hát gyerekek, szóval tényleg lehet rá bármit mondani. Én imádom.
Én imádom. Igen. Az összes hibájával, bűnével és mindenével együtt, komolyan mondom, hát ez a meg fogtok halni, tehát az ilyen ritmusérzékkel, ilyen tempóval ezt így bemondani. Ez csak a legnagyobbak sajátossága. A legnagyobbak tudják, hogy ehhez olyan ritmusérzékkel, hogy... És hogy mennyi erőt ad egy utazás előtt, tehát hogy annyira feltölti az ember tényleg ilyen pozitív érzésekkel. Teljesen hülyeségeket beszél, nyilván hülyül, tehát hogy tehát elképesztő, de a legjobb pillanatban olyan ritmusérzékkel mondja, hogy mind meg fogtok halni, hogy hát ilyet nem tudunk, mi se. Tehát egy gyönyörű. Mind meg fogtok halni, mekkora mondat. Az a bajom, hogy nem viccel. Nem, persze. Figyelj, igen. Csak mondom neked. Na. A moszkító hamburger létezik Afrikában, így néz ki, összefogják a moszkítót, megpörkölik, összerakják gyerekek, kis fogácsává. Ez most nem mondott hülyeséget. És ide is van írva, moszkító hamburger from Afrika, ez biztos az igen, jelenti. Igen, következőt látunk egy faasztalon, sok-sok fekete moszkító összefogó megpörkölve, és ilyen kis pogácsa formákat csinálnak belőle, nem mondott hülyeséget. Milyen könnyen hülyeséget. Kinevettük, hogy össze-vissza beszél. És az a baj, hogy ennek... hamburger, ott van fönt a vikin, tényleg. Ennek tükrében a meg fogtok halni, se olyan vicces. Hogy megfogják az összeset, olajban megpirítják őket valószínűleg, vagy zsíron, vagy nem tudom hol, és összegyúrják őket. Lehet, hogy rakja bele egy kis tojást, hogy össze tartsa. Hát tele van fehérjével. Persze. És szöcskék, bogarak, sáskák. És milyen biztonságos összefogni őket. Főleg, hogy bűnöngott a malária. Na most azért bánt a dolog, mert hogy mi meg kiröhögtük, hogy milyen hülye. Ugye? Hát. És közben pedig a pákornál azért nem lehet tudni, hogy közben mikor mond valós dolgokat, de hogy akkor tényleg megeszik a moszkítókat. Moszkító hamburger. De jó, hogy megtaláltad. Ugye? Mégiscsak más az utazás. Ezek fényei. Szerint kanibálok is vannak. Nem, hát csak azért majd elé tesznek ott egy sajtburgert, azért csak ráfirtatsz, hogy tudunk-e valamit. Vagy legalábbis én a szárnyakat. Én a húst az enyémből nektek. Hát, igen, mondjuk te kevésbé vagy veszélyben. Osztaszkodhatok majd rajta. Sose gondoltam, hogy egyszer előny lesz az, hogy vegetáriánus vagy, de ebben a 6-7-ben, 8-7-ben, ami kim vagyunk, ebben nagyon nagy előny lesz. Igen. Hát Feri, észre kell lennünk azért ott. Én kipróbálok mindent. Én azt mondom, ha már kim vagyunk, ott vagyunk, akkor... Hadd szaladjon. És hogyan él egy moszkító hamburgert? Jól átsütve, vagy kisebb véresen? Én csak véresen. Csak moszkító vér. Nincs és kinek a vérével? Hát, gyerekek. Ami van? Sok ismerősöm járt már Afrikában. És többen vissza is jöttek. Néhányan vissza is jöttek. A kis európai gyomrod az hasonlóan kikészül, mint Egyiptomban. Úgyhogy hozzatok mindenfélét, ami sterilizál, megfog. Kólázni kell. Körömvirágkrém, ha már nagyon fáj majd. Aha. És jól mondtam, nem tévesztettem el a betűt. Kólázni kell. Igen. Hajaj, hát nagy kaland lesz, igen. Na jó van. Hármas ugrás, ott tartunk, jó? Valakivel már is játszunk. Na, hát de tényleg már. Az is most. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello, Judit, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello. Judit, ugye ezen a héten különleges a hármasugrás, mert hogy lehetett e-mailben jelentkezni a hármasugrás@klasszfm.hu-ra, és azt kértük, hogy olyanok jelentkezzenek, akik iskolákban, óvodák... iskolából. Ó, ez egy általános iskola, ugye? Igen, igen, általános iskola. És tagiskola, így van, igen. Na, kik járnak ide? Hát elég hátrányos helyzetű gyerekek, ahogy írtam is, sajnos nem tudnak minket támogatni, és ezért jelentkeztünk erre a játékra. Jaj, de jó, mármint hogy elértetek hozzánk, és hogy tudunk találkozni. Na, van most nyomtatótok? Van két nyomtatónk, de már nagyon régiek, szegények, és a bizonyítványosztáskor mindig izgulunk, hogy kitartanak-e még. Atyaisten. Ott álltok és drukkoltok, hogy de jó lenne még ezt most megúszni, hogy itt működjenek a nyomtatók. Itt áll körülöttem 10 kolléganő, és így összeszorított ököl leszorítanak, hogy sikerül. Jó, hát nem lesznek ezek a kérdések, és segítünk is. Hány gyerek van az iskolában? 340 gyerek. 340 jár. Gyerek. Édesek. Jól van. Hát próbálunk segíteni, jó? Mondom, jó. Hogy néz ki a dolog, ha esetleg a tegnapot nem hallottad volna. Az első kérdés után már megvan azonnal 3 darab nyomtató. Ha a második kérdés is sikerül, akkor 5 darab nyomtatót adunk, a harmadik kérdés után pedig 10 darab nyomtatót. Eldöntheted, hogy megállsz, elviszed a fixet ezen a héten egyébként, ha tovább mentek és nem tudjátok a második kérdést, akkor is odaadjuk a megszerzett 3 darab nyomtatót, de meg is állhatsz, és akkor viszed a 3 darabot. Ez rajtatok múlik. Attól függ nyilván, hogy hány darab lenne szükség. Jó. Jó. Vágjunk bele, aztán meglátjuk. Izgulsz, Judit? Nagyon. Na, igen, hát 340 gyerekért játszani. Mindenki kiabálják, hogy ők is. Kik vannak körülötted? Kollégáim, kolléganőim, tanítónok, intézetvezetési tőlem szemben, mindenki. Hát tegnap elrendeltünk 10 googolást a tanári karnak. Igen, tehát a Nagy Lajosnál azért erősen kellett elgondolkozniuk, hogy ilyen Tárpátházi vagy Anzsú, milyen király volt. Anzsúr, igen. Picit elgondolkoztak.
Ott van az igazgató és igazgató helyettes, igen, mindenki? Igen, itt van mindenki, igen, igen, itt hallgatnak bennünket, és nagyon szólítanak. Ó, nagyon jó, egyébként nézem, könnyűek a kérdések, ugye? Igen, de nem szabad kapkodni, nem. Ez a lényeg. Jó, nem szabad. Így szól az első kérdés, 3 darab gyönyörű szép nyomtatóért és egy dedikált Morning Show-s nyakbakasztóért. Melyik mondabeli hős élt az elbeszélések szerint a Sherwoodi erdőben? Robin Hood. Így van. Így is van. Robin Hood. Ez pedig azt jelenti, már ebben az esetben, hogy a Herman Otto általános iskolának megvan a 3 darab nyomtató. Benedekelek tagiskolája. Mi a Herman Otto általános iskola, Benedekelek tagiskolája. A tagiskolának van meg a nyomtató. Most megvan a 3 nyomtató, vagy nincs. A lényeget nézzük, igen. Most a cím legyen jó. Az a legfontosabb. 3 darab nyomtató. A régieket egy hatalmas nagy baseball ütővel össze lehet törni egyébként. Azzal nem lesz koncentrál. Ismerem azt, amikor az ember már annyira megutál egy-egy ilyen technikai dolgot, hogy szíve szerint tényleg egy baseball ütővel verni agyon. Tehát, hogy tud az ember annyira utálni egy-egy nyomtatót, vagy fénymásolót, hogy mindig elromlik, hogy legszívesebben tényleg összetörnéd. Ezt most megcsináltjátok, jó? Vagy telefon. Jó, vagy telefon, igen. Köszönjük. Egy ilyen rituális nagy baseball ütős gyűlés, az igazgató megfogja és... Jelentkeztek, és nekünk ez a 3 nyomtató, ez egy nagyon-nagyon fantasztikus ajándék, és köszönjük szépen, hogy élhettünk vele. Elég nektek, Judit, biztos? Elég, biztos, hogy elég, igen. Igen? Igen. Reméljük, hogy másik... Nézd, na ez a kollektíva volt. Tapsol a tanári kar, de helyesek. Igen. Igen. Valaki már ráállt a régi nyomtatóra, és elkezdte esetleg? Még nem engedtem ide, a testemmel védem. Hogy azért legyen. Igen. Amíg nem érkezik meg az új, az egyébként tanácsos. Jó, azt csináljuk egyébként, ugye, hogy még 2 játékunk van, de nagyon-nagyon sok a jelentkezés, és mi nagyon szívesen segítünk meg, szeretünk is, ugye azokat a nyomtatókat, amiket mondjuk te meghagytál, ugye azokat mi átmentjük holnapra, ha holnap se viszik el, akkor pedig az összes beérkező e-mailt átnézzük, és szám szerint mindenkinek kiszorunk legalább 1-et. Úgyhogy az összes elmegy, az biztos, hogy vissza a sponsornak 1-et se adunk. Nem érdemes, felajánlotta. Elhozzuk az összeset. Persze. És odaadjuk. Jó, Judit, nagyon jó. Drága vagy, akkor köszönjük szépen, hogy... Nagyon szépen köszönjük mi is a lehetőséget. És hát sok sikert szeretek. A kinti műsorokhoz is. Vigyázzatok magatokra. Hát Páko köszönjük. Azt megmondta. Így van, mind meghalunk. És kiabálják, hogy egyszer várunk ide benneteket a közelbe is. Jó, megyünk mindenféleképpen. Köszönjük. Judit, köszi nektek, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, e-mailben még mindig lehet jelentkezni egyébként, 3-as ugrás@klasszfm.hu, ha valakire nem kerül sor, egyébként erre nagyobb az esély, mert hogy összesen 2 ember játszhat majd még, az se bánkodjon, mert marad nyomtató, ahogy látjuk, tehát a maiból is megmaradt 15. Nem, majd 7 darab maradt, megy így van. 7-ről 7, 14. 14 plusz nyomtatónk van, tehát azokat szépen szétszórjuk, és megpróbálunk mindenhova eljutatni majd egyet-egyet, ezt már nyilván játékon kívül tesszük. Úgyhogy aki valóban rászorul, és ahol valóban nagy segítség lenne egy nyomtató, az nyugodtan írjon nekünk e-mailt. Jó? És akkor ezt Anna majd a jövő héten a megmaradt nyomtatók függvényében összegzi szépen, és elküldjük a rászorulóknak. Na, 9 óra után Ákos dalpremier. Király! És jónak tűnik a dal. A rövid részletből, igen. Végre megint. Tényleg, ne ugyanaz. Én örülök neki, hogy nem kell udvariaskodnunk, bár sosem szoktunk. Na, szerintem Ákossal nem szoktunk, igen. Hát talán egyetlen csapat van, aki igazán megmeri marni Ákost, azok mi vagyunk, mert mindenki szétpuncsol neki, meg nem tudom, körbe fényesen nyalogatják, bárhova megy interjúzni. Nálunk tudja, egy picit másra kell számítani. De becsületére legyen szólva, nem szokta felhúzni az órát, nem szokott megsértődni, ő aztán kőkeményen beláll ezekbe a kis kritikákba. Legalábbis adásban nem, aztán nem jön fél évig, de most letelt a fél év. Így van. Májusban volt utoljára. Pont néztem a igen, 5 perc van pontosan, 9 óra, Ákossal folytatjuk a hírek után. 9 óra volt 10 perccel, jó reggelt kívánom. Minden drága Morning Show hallgatónak, Viktor az asztalos írja nekünk, egész jó ez az új Ákos szám. Ugye? Nem rossz. Ugye? Nem milyen rossz. Szépen énekel idegenül is? Igen. Egyébként nyilván mindenkit ugye Lenny volt, gyerekek az új Lenny album kiváló. Komolyan mondom. Nagyon jó. Komolyan mondom. Nagyon hozzak jó. Egyet holnapra? Nem kell, mindenképpen szerintem tartsd otthon, ha biztos se kedvedjál, hogy esetleg itt elkallódjon. Az új Slash-ből viszont hozhatsz. Hozok az új Slash-ből is. Rettenetesen jó. Igen. De hogy jó, legyen akkor holnap egy új Slash, és pénteken egy új Lenny. Jó? 8 után. Megint most vagyunk sztereóban. Szóval, jó, akkor hozok egyet az új Slash-ről holnap. Letöltöttem. Spotify-be. Megvan. Ja, az egész albumot végighallgattam egyébként. Egy igazán sláger nincs rajta. A riffekre, tehát a Slash ezekben a riffekben, blues riffekben nagyon jó, de nem ír olyan dallamos zenéket, mint régen a Gunsban. Tehát a Miles Kennedy barom jól énekel, de egyből se lesz sláger. Egy
tízszer meghallgatod az albumot, és rájössz, hogy mindegyik dal kicsit ugyanolyan. Jó, de nagyon csináljuk jó. Egy kísérletet. Nagyon jó most csináljuk azt, hogy legalább tízszer le fogunk adni egymás után egy slash számot. Na, várjál. Lehet, hogy neked... Majd világsláger, tehát nem ír olyan dalokat. És utána rájössz, hogy a második kicsit hasonlít már a kilencedikhez, itt most, nyolc után holnap reggel, itt szerintesen ki fog ugrani, hiszen brutális riffek vannak benne, és őrületes gitárszólók is, hihetetlen a Pali. Meg a Miles Kennedy is, ahogy énekel, én mondjuk, hogy Miles Kennedy-t annyira nem szeretem. Másfél meg tényleg a Pudding próbálja az evés. Én beszélek most a Titusszal, és egy héten keresztül remélem, hogy föl csak szerseket fogunk tolni, és ha esetleg nektek van igazatok, akkor én készséggel elfogadom, majd el lesz egy hét, amikor. Brutál jó, brutál jó. Ha az egész albumot meghallod, akkor egy idő után már egy picit egyforma, de jó. De egyébként nem is egy olyan dalszerző, aki kifejezetten ilyen, nem tudom, világsikereket ér, nem erről szól az ő munkássága. De igen, Jani, amikor visszajöttök ti is, akkor ő úgyis egy hétig bent lesz a kórházba, érted? Én addig még nyomjuk. Ja, tényleg. Mint a Szent Lászlóba keressetek. Hármunk közül egy legalább oda jut. Ebben egészen biztos vagyok. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. M6-os 50-es kilométer Pest felé felüljáróról mérnek. Aztán az M7-esen is van egy trafink, a 94-es kilométernél Letenye felé az Agyip kútnál, ezt Beni küldte nekünk. Van egy trafi az M5-ösen is, csak hogy jól szórakozzon mindenki, ez a 40-es kilométernél van az újhartyáni leágazás előtt, ráadásul ők is a felüljáróról mérnek. Enyhing Balaton-Bozsók szintén trafiznak, ott is figyeljen mindenki, és a 8-ason, a 88-as kilométernél félpályára lezárva lámpa irányítja a forgalmat, ezt Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt hiszem, teljesen zakadnak néztek, két rét görnyedve röhögtem végig a Pákóval való beszélgetés a lépcsőház közepén. Köszi. Figyeljetek. Imádjuk őt. Imádjuk. Ami jó, az jó. Ami jó, az jó. Figyelj, szórakoztató, ha félreteszed, hogy milyen, és nem egyből azt mondod, na, de hülye, utálom, ha tudsz rajta röhögni, rettenetesen szórakoztató a Pali. Egy ösztönös zseni. Abszolút, és mi az jó. Most adjuk le? Ne, beszéljünk egy kicsit Ákossal, nem? És utána meghallgatjuk a dalt. Jó, az új dal. Jó. Azt most hogy mondtad? Jó. Egy picit vele. Én már nagyon várom. Megmondom nektek őszintén, hogy én marhára utálom ezt a rendszert, ami az utóbbi években így felütötte a fejét a magyar pop meg magyar rock zenében. Ez ugyanúgy igaz, remélem nem bántódik meg Ákosra és már a párosításaira és Kassa Tibire is. Hogy most vesztettünk 5 percet a beszélgetésből. Igen. Kijön egy dal, mint egy felvezetve a leendő anyagot, akár egy ilyen IP-t, akár egy teljes komplett albumot, és utána hónapokra jön a következő. Aztán megint hónapok telnek el, és akkor megint. Szóval én... De ez mi a baj? Hát miért nem lehet egybe kiadni a lemezt? Így van. Régen olyan jól működtek ezek a dolgok. Egy-egy nóta, mit tudom én, azért persze kicsúszott, felvezetésképpen, de utána rá egy-két hétre jött a teljes album. És szerintem Ákosnál is nagyon jól sikerült a beetetés, mert ugye az első, vagy a legutóbbi Hauber Ákos szösszenet, az marha jól sikerült. Játsszuk, meg még a mai napig. Megy. És akkor azért a fanok nagyon szeretnék már hallani az egész albumot úgy, ahogy van komplettel, nem egy meg két számot, hanem egyszerre mondjuk 10-et. Én is így vagyok vele. Hát gondolom azt letölteni. Én is így vagyok azt a Tibivel. De azért azt le tudod tölteni, azért mert ő mondjuk bedob egy-egy dal, tehát az egyben valahol, hát a Leninek is ott van az összes dala, de még csak ez a Chambers megy, aztán majd na, utána jön a többi. Az új albumról, ez a kettő, hát igen, persze majd jön lassan. Valamikor, vagy szépen lassan, lassú vízpartot most alapok. Hát ez is egy szakma, tudod, biztos értod. Nem egy szakkör. Nem egy szakkör, ez ahogy mondaná. Igen. Na megkérdezzük mindjárt, itt van? Itt. Ákos, jó reggelt kívánunk! Hello! Nagyon-nagyon jól indult a napom, hogy rögtön Kassa Tibivel hoztatok össze, tehát annyira betalált nálam. Ha a Janinak a hülyeségeire olyan radikálisan megváltoztak az elmúlt néhány esztendőben, az emberek albumot már szinte nem is hallgatnak. Tehát ez az egész sztori, hogy egy-egy dala jönnek az eladók nemzetközi szinten is, meg Magyarországon is, ez nem hiszem, ez nekünk lenne jó. Szerintem a közönségnek se jó, de a közönség az így döntött, hogy ő egyes dalokat akar hallgatni. Ez az ilyen EP sztori, ugye mi most egy ilyen úgynevezett középlemezzel jövünk ki, szép magyar neve az, hogy EP, kicsit igen, az epilepsziára is utal, igen, hogy amíg az ember elkészül egy albummal, hát ez ugyanannyi idő, mint mindig volt, sok. És amíg az albumhoz vezető út tart, az alatt két embernek kedvezünk. Az egyik az, aki érdeklődik a munkánk iránt, akkor az a menet közben is kap dalt, tehát csöpögtetünk, hogy körülbelül milyen album készül. És hát vannak
figyelemzavarosak, vagy az ilyen rövidebb koncentrációs képességű emberek, azoknak meg ilyen rövidebb anyagok jönnek ki. Tehát lényegében a közönség döntött így, hogy nem igazán érdekli az album. Persze vannak ilyen ódivatú emberek, még zenehallgatók is, mint jó magam. Én zenehallgatóként és előadóként is ebben az elavult dologban, az albumban hiszek, tehát azt gondolom, hogy az egy időben született dalok között van valami összetartó erő, kohézió, stb. És hát együtt érdemes hallgatni, picit arra kacsintva, hogy egy regénynek se csak a fejezeteit olvassuk, és hogyha valaki magára valamit is ad, mint szerző vagy előadó, akkor van a dalai között összefüggés egy albumon. Hát ez úgy kell ezeket az EP-ket elképzelni, a mai napon az igazán, mint ahogy irodalmi folyóiratok is közölnek regényeket, lényegében fejezetenként folytatásokban. Tehát ezt a módszert egyébként egy külföldi előadónál láttam, Thomas Azier a neve, egy Franciaországban kiadott srác, aki egyébként Berlinben él, ilyen szintén. Hihetetlen jó zenész, igen. Én nagyon bírom, többször promóztam már mondjuk a Ghost City című számát, és ő csinálta olyat, hogy két év alatt kijött ilyen középlemezekkel, EP-kkel, 3-4 új számmal, és a végén a két EP-ről a legjobb dalokat kiválogatta, fölturbozta új dalokkal, és kiadta az albumot. Ákos, tudod, a te esetedben engem mindig egy dolog érdekel, hogy Inti feltűnik-e majd melletted valamikor? Inti, ha jól tudom, most mással foglalkozik. A legfontosabb, hogy Inti lesz-e, majd újra összeálltok-e, hogy Inti ott lesz-e. Igen, egyébként az az Ákos, akiről te beszélsz, egyébként annak idején a lemezkiadót is megkereste azzal az ötlettel, hogy ő most kiadna egy lemezt Ákos néven, és akkor szólt neki a Jós Pisti, hogy ez lehet, hogy nem annyira jó ötlet, mert ilyen, mintha már lenne. Van. Jó, én nem erőltetem a békülést, csak tudom, hogy mostában olyan békülős vagy, hogy gondoltam, hogy esetleg ejtek pár szót. Igen, mivel is nem voltunk haragban, mert úgy olyan jók voltatok, hogy úgy lesz. Na mindegy, hát akkor. És ha már szóba jött az egykori szerzőtársad, akkor ugye mostanában nagyon divatosak azok a próbálkozások, amikor újra kevernek egy régi albumot, hogy azt az albumotokat, amin a csirkelábak voltak a borítón, azt újra keveritek majd valamikor? Az, amin a kicsi gesztenye volt? Igen, nem tudom, srácok, szerintem most már sikerült teljesen összezavarni a hallgatókat. Na, és kevés a remény, meg ilyesmi, amiről mai dalok szólnak. Ez a Hauber szerzeménye, ugye? Jól tudom. És a szöveg hát, a tiéd. Zeneértelemben feltétlenül. Itt az történt, hogy én 2012-ben elhatároztam, hogy pontosabban 2010 végén, és aztán ennek az elhatározásnak az eredménye 2012-ben a látott napvilágot, a 2084 című album. Elhatároztam, hogy ilyen retro, ilyen szintis ügyeket fogok csinálni. Ehhez annak idején meghívtam a Zsoltot is, mint egykori szerzőtársamat. Akkor nem találtunk egymásra, de aztán eljött az egyik előadásunk, a történetesen a Volt Fesztiválon játszottunk headlinerként, és akkor ott volt velünk. És akkor ott egy kicsit, mint az ilyen öreg harci paripákat tudta, azt így idegesség szel meglegyintette őt. És hát azóta kerülgetjük egymást, most már nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt egy esztendőben, együtt készülnek az új dalok. Az új dalokból az első fejezetet ezt a mai nappal, a megjelenéssel, az Igazán című középlemezünk megjelenésével ismerheti meg a közönség. Nagyon készülünk az arénára, most már egyértelmű, hogy dupla aréna koncertet fogunk adni december 12-én és 13-án. Ma este egy premier este mutatjuk be az Igazán című középlemezt. És erre is próbáltunk. Tényleg, ha már mondtad, bocsánat, hogy a szabad bágok ezt az exkluzív koncertet, mi is kaptunk meghívót, hogy mert én általában vinni szoktam magam a kaját, de ha te viszed a büfét is, akkor veszek valamit. Figyelj, füldugot és csápot hozzál, a többit azt mi álljuk. Jó? Jó, mi annyiszor megígértük, hogy elmegyünk, most már egyszer tényleg szárva szökkentetnénk gyerekek, hogy elmegyünk. Én voltam már, én és nagyon jól éreztem már, magam. Bocsánat, igen. A nagy koncert. Fönt, a Feri az rendes, tehát ő nem kamuzik, nem ilyen kamukéro, hanem ő tényleg eljön. Tudod? Én ott voltam a nagy koncerten az arénában. És nagyon jól éreztem magam. Mindenek örülök, akkor te voltál, az integettél, úgy emlékszem. Igen. Ákos, eljöttünk! Én vagyok, Ákos! Nem, igazából a büfér ment meg, hogy ingyen volt. Hello, újra itt vagyok! Igen. Jó, mindjárt meghallgatjuk ezt a dalt, kíváncsi vagyok. Hát a Hauber szerzeménye, nekem az meg egyszer kifejezetten bonanzás, de hát ez jó. Ugye nyilván üldöznek ezzel a bonanz. Együtt végeztünk meg a kedves gyerekkorra, mert mi kamaszkori barátok vagyunk, egy gimnáziumban jártunk, több mint 30 éve ismerjük egymást. Ez, hogy mondjam, a zenekar erre épült, erre az ismerettségre, barátságra, alkotó
közösségre. Aztán szétmentünk, ő más utakat járt, és most úgy veszem észre, a Zsolt nagyon sokat változott, és aztán mondhatom, hogy ennek elég jól ismerem őt, hogy előnyére. Tehát most a stúdió munka alatt nagyon-nagyon érdekes élmények éltek, tehát láttam, hogy izgatott, lelkes, nyitott dolgokra. Volt egy megható mondata, amit a stúdió munka során majdnem minden nap elmondott, hogy ma is tanultam valamit. És ez egy olyan jó visszajelzés volt. Tehát úgy érzem, hogy egy picit sikerült egymásra találnunk, és egy ilyen, tehát igazából az ember azokkal szeret színpadra állni, akikben megbízik, ahol van egy ilyen, hát bocsánat, a kora reggeli szóért, de egy ilyen szeretett közösség, tehát hogy mindenki egyet akar, hogy egy irányba nézünk, hogy ötleteket tudunk passzolgatni egymásnak, és amikor az ember visszalöki a másik ötletét, akkor az már egy kicsit gazdagabb. És azt hiszem, hogy ez az Igazán című középlemez is, a rajta szereplő dalok is, hármat Zsolt szerzett az újak közül, egy pedig Lepés Gábor barátom szerzeménye. Ezek nagyon-nagyon izgalmas világokat villantanak fel, egyáltalán nem egyneműek, nincs arról szó, hogy most a Bonanza újraélesztése zajlana, hanem én azt gondolom, hogy ez a négy dal például minimum három különböző hangszerelési világ. Tehát nagyjából azt tudjuk megmutatni, hogy az elmúlt több mint negyed századot, amit stúdióban meg színpadokon töltöttünk, az alatt ragadt ránk talán valami. Azt láttam, hogy és van egy... Fölnőttünk, igen? És lehetnénk fölnőtt, igen, embereknek. Van egy Kapuzárás című dal is, hogy ez saját élmény, vagy ez a Zsoltot legyintette meg, hogy... Vagy közös szerzemény. Vagy közös szerzemény. Igen, és együtt éltétek már át a pánik jeleit. Az én munkám, és hát nézd, ő is 46 esztendős, meg én is. Hát az már erősen a B oldal, így van. Hát itt már, igen, ha még nem is a harmadik harmadot csöngették be, de azért igen. Mondjuk a második oldal forog valóban. Tehát, hát figyelj, majd hallgassátok meg, ez egy nagyon csúnya, odapörkölös szám, ha nem is, tehát nincs benne slash szóló, de azért zsizsi gitárok vannak benne, és a Sándor az olyat dobolt abban a notában, hogy ültünk a stúdióba, és akkor láttam a Zsolt elkerekedett szemén, hogy hát az ilyet még nem ha. Szövedékű valami zeneileg is, szövegileg is, hogyha valaki akar vele babrágatni, akkor van mivel. Ott van az Amikor szerettél című szám, ez egy lassú dal ezen a ma megjelenő anyagon. Ebben a gitár téma, meg szerintem a Zsolt egyik legizgalmasabb zenei szerzeménye ez a dal. Ebben a gitár téma, meg a vonósok azért finoman és egyértelműen lejelzik, hogy sokkal többről van szó itt, mint egy ilyen újra összeállós retro partiról. És akkor utána megdördül a Kapuzárás, ami egy ilyen csúnyán megdörenő nóta, és akkor egy picit, tehát azt szeretném, hogyha sikerülne meglepni a hallgatóságot, tehát nem az lenne, hogy akkor az Ákos, meg a Zsolt megint ugyanaz. Zene, ha megint és az, jó, meghallgatjuk mindjárt. Na, Ákos, stb. A Kapuzárás akkor az tényleg arról szól, amire még gondolok, tehát szerepelnek a szöveg szavai között például a plastika, a kabrió vagy a popsiba is kifejezések? És a botox. Hát nézd, úgy kezdődik, hogy popsiba, a többi csak utána jön. Jó, hát tudod, a Jani elmondott a popsiba, nem megcsalás Ákos, úgyhogy ezt nyugodtan használhatod. Ha esetleg hiányban vagy ikletileg, akkor ezt nyugodtan. Figyelj. Clinton és Monique Fluinciót, gyakorlatilag semmi sem megcsalás, úgyhogy... Igen. Jó, meghallgatjuk. Ákos, hát kíváncsiak vagyunk, megnézzük akkor. Jó, illetve pontosabban meghallgatjuk. És hát aztán majd akkor az Arena koncerten szerintem. Mindenkinek találkozunk. Jöjjön, aminek jönnie kell. Ákos, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Ciao, hello, hello. Szia. Ákos, köszönjük szépen. Hello. Na, jó, középlemez, ezt tanuljuk meg, ez jó szó. Nem értem egyébként, komolyan mondom, nem értem. Nem tehát, kis lemez, hogy... nem nagy lemez, hanem... Nem, hogy jó gyerek ez az Inti, hát béküljenek már ki. Én is. Ez tényleg, hát én annyira sajnálom, hogy szétmentek. Hát nem, én nem miért is kell, miért kell rosszba lenni? Hát egykoron sikeresek voltak, álljon föl az Inti kongázon, és nyomják újra. Hát a fene se érti ezeket a popsztárokat, hogy miért haragudnak egyre egymásra. A témában te jobban otthon vagy, én nem ismerem nagyon ezt a sztorit, de majd utalások, mint ahogy például most hallgattam meg hát a volt barátnőjének, az Emiliának ezt a Big Big World című számát is, hát és meg kell mondanom, hogy egész jó volt. Egyébként nézd, hát most jön ugye az Igazán, hát azért a Titkos üzenetben mekkorát énekelt. Akárhogy is nézd. Ne viccelj, ahhoz képest nézd meg, hova jut, meghallgatjuk az Igazán. Ákos dalpremier, kérem szépen, Igazán, ez a dal címe. Füleje mindenki, aki szereti, leginkább ugye a régi bonanzás korszakot, ahogy Ákos is elmondta, mi pedig jövünk a dal után. A tükör összeroppan, így még homályosabban lát, ki látni vél. Többet remél, bárkinél.
száz meg száz alapban érzékelhető. Az eltűnő időben is ott van ő. Lesz pontosan 8 perc múlva, hello mindenkinek. Azt mondja, hogy borsozik a hátam, ugye még az Ákos dalpremiére jött egy-két SMS, eszembe jutott a BS dupla koncert, annó remélem sokat játszátok majd ez a számot, ezt Nagdír küldte nekünk, Zsír meg a király Ákos, 104 írt a gyerekek, 104 újra írt nekünk SMS-t, vagy csak én nem láttam, de szeretem, amikor törzshallgatókat látok újra SMS formájában. Bonanza újra él, Viszkis papa küldte nekünk, köszönjük Ákos, nagyon jó lett. Balázs, belegázoltál Ákos intim szférájába, kaptuk ezt is SMS-ben. Ákos, annyira jó vagy, hogy a saját nevedet kéne kiabálnod az ágyban. Nagyon jó, nem? Nagyon jó. Inti is megérdemel még egy nagyon esélyt. Nagyon sokan elkezdtek nosztalgiázni egyébként a dal hallatán, itt is írja valaki, hogy annak idén porckorongos lett a nyaka a sok headbengeléstől a kicsi gesztenyére. Gyerekek, hát a figyelj, a Bonanza azért az tényleg nagyon komoly generációs élmény a mi generációnknak. Tehát mindenkinek egy balatoni nyár valahol a Nádasban egy csónak jut eszedbe, hogy közben ott éppen próbálsz valakivel... Lecserkészni valakit, mondni nyugodtan. Igen, közvetlenebb kapcsolatba kerülni egy lányjal, lengőtekésztek, és a szotüdülő szörföt próbáljátok felhúzni arra a 4 méter széles szörfdeszkára, várjátok az interkontinentális reggelit. Akkor abban a hitekben én még nem lengőtekésztem, most már sajnos minden. És este 8-kor találkoztuk a Rex-asztalnál a balatoni üdülőben. Igen, megvan. Vagy a Rex-asztalon. A Rex-asztalon, és a puha zöld posztó már régen fel van szakítva a Rex-asztalon. Szóval jó, én bírom, hogy újra ilyen bonanzás dalokat csinál, ez nagyon, nagyon klassz. Na, hívunk egy nyertest, mert hogy ugye ennek a Nissan kontra labda játéknak volt Róma meccse lehet ott, 2 jegy utazásra, szállásra, mindenre együtt, egy nagyon szép kis csomagot kap. Egy óriási rangadó. Hát, tudom, hogy ez a tét, akkor jobban taposom. Hát persze, a kicsi a tét, a kedvünk sötét. Ugye? Tudod. Tudom, minden nap egy alma és a doktor. Minden nap egy alma és a doktor, alma, tudod. Hát. És nagyon sokan tippeltek egyébként erre a játékra, úgyhogy választunk valakit és hívjuk. Jó? És közöljük vele a jó hírt, hogy ott lehet november 5-én Münchenben. Fú, milyen hangulat lesz ott. Nagyon jó. Nagyon jó. Bocsi is biztos kín lesz. Előfizető kérésére nem kapcsolható. Nem kapcsolható. Nem, újra szerintem rosszat hívtál. Ja igen, ő Bayern München rajongó. Nagyon nagy. Ugye? Nagy fan. Hm.
Na? Hello? Fölvetted? Hello, Ági Balázs, Morning Show. Hello, szia. Ági, itt a Feri meg a Jani is. Hello. Szia, Ági. Mizuka. Jól vagy? Igen, köszönöm szépen, nagyon jól. Mit csinálsz? Még jobban leszel. Igen, mit csinálsz most éppen? Hát most éppen a kisgyerekem eszi a 10 óraiát, reggeliét, nem is tudom miért. Ahogy halljuk a hangokat, ez még nem annyira megy zöggenőmentesen, de ez nem baj. Egyébként. Mekkora gyermek? Nem, igazából már engem etetett. Az a jó, mekkora gyermek? Mindjárt 2 éves lesz. Hát ez már nagy. Ismerjük azt. Akár otthon is lehet hagyni. Nagy szülővel. Egyedül. Egyedül még nem. Igen. Van. Ági, te játszottál a labda versus Nissan játékunkon, ugye? Igen. És tippeltél is, ha minden igaz, méghozzá, hogy igen, látom, jól tippeltél. Igen, igen. Tényleg? És csak azért hívtunk, hogy nem szép dolog, hogy nem rám fogadtál. Igen, nem hittél a Feriben, vagy az autóban, vagy egyikőjükben sem, mert hogy megtippelted, hogy a labda fog nyelni. Hogy igen, igen, mert nagyon gondolkoztam, hogy mit tippeljek, de aztán végül a labdára tippeltem. A labdára tippeltél. Na, helyesen tetted, egyébként várható volt, tegyük hozzá, hogy a labda nyer. Hogy ez a futballal szereted, vagy van valaki a családban, aki kedveli? A jó futballt, nyilván nem a magyar futballra gondolok. Hát igen, ezt jól teszed, hogy nem arra gondolsz. Egyébként szeretem, de a lányom 5,5 éves, ő már focizik is az óvodában. Nincsenek lánybarátai, vagy egyedül lány az óvodában, vagy ez egy ilyen... Nem. Hát vegyes csoport. Aha, de jó. A óviban még mindenki focizik. Ah, igen. Já, így van. Gyereket leadni, nagyszülőket riasztani. Igen. Ráadásul még ez is. Ráadásul ebben is igazad van. Itt vagy? Igen, igen. Itt vagyok. Elment a térerő. November 5-én... Bocsánat, itt vagyok. Igen. Elég rossz itt a térerő nálunk. Ezt finoman érezzük is. November 5-én lesz Münchenben ez a meccs. Bayern München-Róma meccse lehetsz ott. Másod magaddal. Te utálom ezt a szót. De jó. Igen. Kit vinnél, jó. Vagy kit viszel majd? Hát szerintem nem az 5,5 éves lányomat, hanem inkább a páromat. De... Nagyon helyes, figyelj, 5,5 évesen már Bayern München Róma meccsre viszed, mit csinálsz vele 10 évesen? Nem szabad, nem, nem szabad. Ja, igen, akkor már VB-re kell vinni, vagy ilyesmi. Igen, nagyszülők, bárki van, aki tudtok riasztani, hogy gyereket leadjátok? Mert itt 2 jegy van, utazás van, szállás van, hát ez egy több napos program. Szerintem megoldjuk. Úristen, és ez hány nap? Én erre most nem is emlékszem, hogy pontosan... Pontosan mi volt a tényleges nyeremény, hogy hány nap és egy éjszaka? Én azt látom, hogy 2 jegy utazásra szállás, az szerintem ez egy éjszaka. Kiutazás, alszotok egyet, megnézitek a meccset, jöttök vissza. De ennek utána nézzünk meg, hát november előtt még mi úgyis hívunk téged, és akkor mondunk minden részletet, jó? Egy estét ott alszotok, aznap este van a meccs után alszotok egyet, és másnap jöttök vissza. Hát ez nagyon szuper. Jó? Jaj, hát nagyon jó, hát nagyon örülök neki. Na, örülünk, hogy sikerült örömet szerezni. Tulajdonképpen kicsit ezért is csináljuk. Oké, puszilunk téged, köszönjük. Jaj, nagyon szépen. És gratulálunk. És gratulálunk, érezzétek nagyon jól magatokat. Jó? Köszönöm. Szia, ciao, hello. Na, gyerekek. Ennyi. Menjenek, szórakozzanak. Érezzék jól magukat. Persze, hagyja, csak még itthon. Ja nem, mi Afrikában. De ha, az se lesz rossz. November 5-én? Hát, még ott vagyunk. Még ott vagyunk. Még ketten. Feri, akkor már itthon lesz. Igen. Az intenzíven. Nézi a Szent Lászlót belőle. Meglátjátok, gyerekek. 2 hét még nem aggályos. 6 hét után automatikusan. Látom magam előtte, hogy ül kint az utolsó napos reggelen egy kis köntösbe mellett a botjával itt kint a padon. Aha, és nézem azt a 2 fémtálcát, amiben már ti fekszetek. Igen, és akkor szólod a nővérke, hogy Rákóczi úr. A reggeli vizit. Igen, ki kell cserélni a tasakot, már megtelt. És hát magára neki friss pelenkát is. Gyerekek, 6 hétig eleve nem volt reggeli rádió műsor Afrikából, se honnan, olyan meg aztán végképp nem volt, hogy kétharmad Afrikában. Igen, kétharmad Afrikában, egyharmad a Szent Lászlóban. Tehát a gyerekek, bárhova jutunk, mindenhonnan lesz reggeli, és megoldjuk. Jó. Gyula megoldja, bemegy veled, akkor te onnan kapsz egy telefon. Megcsináljuk. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk. Kora reggel tőlünk kicsit talán szokatlan módon vendégünk volt, a vendégeket általában vagy 8 vagy 9 utára hívjuk.
Viszont arra gondoltunk, hogy miért ne hallhatnának azok is egy vendéggel készült beszélgetést, akik reggel 7 óra után hallgatnak minket. Máté Bence természetfotós volt a vendégünk, közel egy órán keresztül hihetetlen dolgokat mondott. Mr. Zsombék. Így van, nincs olyan díj, amit ő ne nyert volna meg. Rendszeresen készít képeket ugye a National Geographicnak, és az év természetfotósa is volt, az év madárfotósa, gyakorlatilag tényleg szenzációs volt vele beszélgetni. Aztán felhívtuk Pákot, csak hogy nagy legyen a kontraszt. És tanácsokat kértünk, hogy mire vigyázzunk Dél-Afrikában. Sokkal okosabbak nem lettünk. Most kell rögzíteni, hogy aztán visszatudjátok még egyszer, és még egyszer, és még egyszer hallgatni, hát ha valami kiszűrtek. Igen, egy jó mondata volt. Igen, hogy mindannyian meg fogtok hallani. Bizony. És egyébként azért is tanulságos volt nagyon a beszélgetés, mert így rájöhetünk arra, hogy Bencének milyen nehéz dolg lett Afrikában, amikor ezeket a lesépítéseket szervezi, hiszen csupa olyan taggal találkozhat kint, mint amilyen Pákó. Igen. Na, megmutatjuk akkor, hogy mi történt velünk ma reggel. Én imádom őt. Biztos, beteg, nem normális. Egy másik dimenzióban él, és néha vannak ilyen teljesen ad-hoc kapcsolatok a mi dimenziónkkal. Hogy van ő még életben? Hogy nem halt ilyen? Hogy nem történt még vele valami? Hogy nem keveredett be valami olyan környékre Budapesten, ahol nem jött ki? Hogy? Tulajdonképpen, ha lennének egyértelmű fizikai törvényszerűségek, neki már rég halottnak kéne lennie. Nem? Nem, egy ilyen ember nem maradhat sokáig életben, és bírja. Ez ugyanaz, mintha ittasan esel el blingával, nem lesz semmi sem, ha ugyanúgy eltörik a kezed. Tehát a Pákó ilyen. A legboldogabb ember. Komolyan mondom. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt. Én a helyetekben kivenném ezt az itt vagyok mondatot, és néha bejátszanám. Reggel 6-kor, 10-kor. Itt vagy, Pákó? Itt vagyok. És mennénk tovább. A mindannyian meg fogtok halni. Holnaptól azt nagyon sokszor fogom nyomni. Mindannyian meg fogtok halni. Csodálatos. Micsoda tempó, micsoda ritmus érzék. Gyönyörű volt. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Úgy is mondhatnám. Nem mondom se, hogy elfáradt. Imádom. Morico. Az bizony! Jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Király! Hello, nem írtad alá? Árpi vagyok. Árpi! Hello, Árpi, hol hallgatsz minket? Fehérváron. Fehérváron. Árpi, ugye Ákossal készítettünk egy beszélgetést 9 után, nagyon jó dolgokat mondott, meg hát jó az új dal, tényleg rengetegen szeretik, SMS-ben dicsérik, tényleg jó, tehát abszolút, abszolút bonanzás, a Huber megint nagyon jót írt, jó a szöveg. Írtál egy nagyon klassz kis SMS-t nekünk, hozzászólván a beszélgetéshez, azt írtad, Ákos, annyira jó vagy, hogy a saját nevedet kéne kiabálnod az ágyban. Hát tényleg jó eset. Összefoglaltad mindent, amit Ákosról, igen, gondolunk mi is egyébként, abszolút szellemes volt az SMS. Te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm szépen. És hát amellett, hogy adunk egy Morning Show ajándékcsomagot, egy nagyon szép kis ajándékot kapsz, mert hogy egy vadonatúj, gyönyörű telefon tulajdonosa is leszel. Ó, nagyon köszönöm. Jó. És egy nagyon szép kis telefonról van szó egyébként. Gyönyörű. Mindjárt meghallgatod a reklámbokban, hogy melyik ez a telefon. Jó? Oké, köszönöm szépen. Gratulálunk neked. Köszi, hogy minket hallgatsz, Árpi. Köszi, sziasztok. Ciao. Hello, hello, hello. Egyébként tényleg szép. Nagyon helyes szép. Kis csecsetelefon. Igen. Csabi, mi újságban volt? Akkor egy nyúlember vagyok. Egy helyesták is, hogy deres a hajad. Igen. Hát de ez nem a reggeli futástól, ez már egy állandó dolog. Remek zenék lesznek, Csabi? Képzeljétek el, hozom az MKTO duót. Atya Isten, valami jó is lesz? Mikkel odaont, nem tudom, hogy otthon nézitek-e, vagy a gyerekek nézik-e, de nagyon-nagyon sokan tűnnek fel aztán később énekesként arról a csatornáról. Malcolm Keely és Tony Aller is onnan jött, az ő nevük kezdőbetűi adják az MKTO nevet. De öregek vagyunk. De ezek ilyen fiatal srácok, úgyhogy érdemes nézni, majd szerintem nálad is a Benny bekapcsolja, amikor már képes egyedül bekapcsolni a tévét, akkor rá fog találni ezekre a fiatalokra a televízióban. És nagyon jól énekelnek, és egy baromi jó dalt hoznak. Hát mondjuk a Max Martin ott a háttérben segített nekik, aki már a Backstreet Boysnak is segített nagyon-nagyon régen. Lexikon ez a fiú, érzed? És döbbenet, csak szájtátva bámulok, hogy ennyi mindent tudsz ilyen teljesen jelentéktelen együttesekről. Úgyhogy nekem van internetem. Van internetem, és képes vagyok olvasni. Ilyen dolgokat tudsz. De ez a klasszik című dal, ezt ajánlom nektek, ezt hallgassátok, mert jó. Jó, oké. Meghallgatjuk. Csabi, a kívánság műsorral, tessék tőled adat kérni, Csabi nagyon boldog, 555-55-00, ez a telefonszáma változatlanul.
holnap jövünk, Gábor is itt lesz, és már most mondom, ugye, hogy mi lesz a témája. Hogyan éljük túl Afrikát? Hogyan éljük túl Afrikát, mit ne együnk, az ő esetében tulajdonképpen semmi nem engedélyezett, de a táplálék kiegészítők, fehérjeporok, turmixok, és mindenféle olyan cuccok, amiket ugye testépítők, meg aerobikozó, meg hát sportoló emberek nyomnak, izotóniás italok, jók, nem jók, mindenről elmondja a véleményét. Gábort ismerve meglehetősen szigorúan. Kapni fogtok. De jó téma. Igen, csinosan. Csinosan, és egy ilyen rettenetesen aktuális és nagyon-nagyon népszerű témáról van szó. Rengeteg fiatal él ezekkel a különböző kiegészítőkkel. Majd kiderül, hogy mennyire egészségesek. Így van. Csabi, én a kívánságműsor, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao.